Jó hírem is van, rossz hírem is van. A jó hírem az úgy szól, hogy már 11 tételen túl vagyunk. Rossz hír úgy, hogy még 10 van. Úgyhogy meg kell hajtani egy kicsit most már a menetet. De hát most már annyit tudnak, hogy tulajdonképpen akár kérdezhetnék, és nem beszélhetnék. Tehát a 11. tétel, ez a bizonyos szamszara és karma problémák, és ezzel kapcsolatban ragadozók kérdése. És ez egy további megfontolást igénylő kérdés, hogy végeredményben az egész ragadozás kérdés, ami nem szükségtelen, mert tudjuk, hogy a túlszaporodás tulajdonképpen ezzel, hát hogy mondjam, kompenzálja, tehát ezzel egyenlíti ki a természet a maga keretein belül, és hát azért egy ragadozó azért keményen megdolgozik, hogy megéljen. Hát tudjuk nagyon jól, hogyha valamilyen oknál fogva, gondoljunk itt az emberevő tigrisekre, akiknek elég szép irodalmuk van, hát ezek szerencsétlen szenvedő tigrisek, tehát ezek általában valamilyen hát sérülés folytán válnak emberevő. Embert sokkal könnyebb leütni, mint egy állatot, mondjuk ennyiből tényleg hátrányban vagyunk. Tehát általában egy olyan sünnek a elejtésekor kapnak a mancsukba ilyen hosszú tüskét, amelyik utána ott elgenyesedik, tájog keletkezik, tehát nem tudnak rendesen. Ezek általában hát ilyen mozgássérült tigrisek, és ezáltal válnak emberevővé. Tehát végül is ők is meg kell, hogy dolgozzanak, és hát nagyon kemény erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy táplálékhoz jussanak. Na most a parazita nem emlékszem, hogy valaha is komolyan dolgozott volna, legalábbis az én közvetlen környezetemben, de ki tudja. Tehát ez már egy további kutatási téma lehet. Minden esetre itt egy zárt láncolatról van szó, amelyik egy önfenntartó rendszer, tehát a negatív visszacsatolás tökéletesen érvényesül egy önszabályozó rendszerben, amikor a szelíd patásállat és a ragadozó állat hát egymást egyensúlyozza a kibontakozásban. Itt most egy ragadozót láttunk, és láttuk a másik ragadozónál, farkasnál, hogy itt ő esetében kifejezetten karmikus jellegű a probléma, itt nem, itt egyértelműen nem. A farkas, azt tudjuk, egy holtházrendszer keretében értelmezhető, egyébként nincs rajta az állatövön, tehát a keleti állatövön sincs rajta, ha csak 12 elemből álló állatövet nézek, viszont ott a kosnak megfelelő, ez keleten ugye a kutyával jelzik azt a hónapot, annak a középső holtháza. Tehát az az a pillanat, amikor a robbanásszerű megújulás, tehát a feltámadás a természetben egy pillanatra hát túl jól sikerül. Tehát azt jelenti, hogy felszabadít olyan erőket is, amelyek támadó jellegűek, és hát ez egyfajta ilyen visszatervezésnek is tekinthető. Hát ami ellen meg kell tanulni védekezni a természetnek, mert különben nem tudja utána a túlélést biztosítani. Tehát a farkas egy olyan isten csapása, ami a természet éves körforgásában nem áll meg a működése a koshavának a keretében, még átnyúlik a bikahavába, tudjuk azt keleten disznónak nevezik, és akkor még ott is támad, ezeket nevezzük fagyos szenteknek. Mert ezek már a bikahavában támadnak, és ezeket kell a kismalacnak, mint farkast ugye semlegesíteni, és ez a bizonyos forró víz, ez az első májusi langyos záporok. És akkor utána már tényleg nincs tovább farkas. Na most ezek azért fontos tételek, mert a farkas végül is egy feltámadással induló hatalmas nekibuzdulásnak egy negatív mellékhatása. Tehát ezt úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen, mondjuk egy kávéivásnak a negatív mellékhatása, ami azt jelenti, hogy kicsi szívzötyögéssel jár utána, de tulajdonképpen egy serkentő, hatalmas nagy erőkifejtésnek a keretében bontakozik ki. Önálló másról van szó. Tehát ezt általában nem párducként szokták jellemezni, hanem nőstény oroszlánként. Na most ezen lehet vitatkozni, mert a hópárduc, azt tudjuk, hogy fehér színű, és az a tiszta párduc tulajdonságokat képviseli, Aibars ugye a török neve, na most ez úgynevezett keresztnévként is használatos, tehát aki valóban nagyon tiszta, magasrendű tulajdonságokat képvisel, azt szokták így nevezni, bármennyi is ragadozó, de egy tiszta ügy érdekében ragadozó.
föl lehet fogni, hogy hangsúlyozom, ez már nem közvetlenül olvasható lett. Tehát itt megállt a tényeknek a sorozata, és innentől kezd, az előbbénél még a tények sorozatában tartozott az elemzés, itt ezek már föltételezések. Miért? Mert nem teljes az ábrázolás. Nem tudom, mi van itt benn. Nem tudom, hogy ezek ugyanabban a színben jutnak el ide, ez biztos, hogy folyamatról van szó. És az is biztos, hogy visszatér a központhoz. Na most erőgyűjtés céljából is vissza lehet térni a központhoz. Tehát akkor megújul, de akkor még nem tud kilépni ebből a rendszerből. Tehát nem, itt tovább már nem tudom értelmezni a dolgot, ha valaki tudján, folytassa. Tehát itt végül is nyitott kérdésekről van szó. Egyetlen egy sem volt lezárva eddig, hanem legfeljebb utak nyíltak meg. De nem ugyanarról van szó, mint a farkas esetében, nem is ugyanaz az állat képviseli. Tehát ha párducnak veszem, akkor az a ráknak a harmadik holtháza, de már átvezet az oroszlánba. Ezért lehet téveszteni adott esetben. Tehát mint nőstény oroszlán, még egyértelműen a rák tulajdonság képviselője. Miért? Mert nőstény, tehát az anyaságot képviseli. Tehát ő nem a támadó erejét jeleníti meg a napnak, ami már az oroszlán havában kifejezetten támadó erő, tehát már olyan mértékig hát fokozza a tevékenységét a kánikulában, hogy az már ártalmára válik az életnek. Nem serkenti, hanem visszafogja, pusztítja. Tehát minden esetre a rák az, ne felejtsük el, hogy jelében azt írja le, ami felülnézetben a saját tejútrendszerünk. Tehát egy spirálist, aminek közös a központja, ezt ha én tovább folytatom, le is lehet rajzolni, csak akkor ezt le kéne törölni, de hát ez még aktuális. Tehát ide bejön, ugye ez a rák jele, itt megfordul, és ahelyett, hogy önmagát építené, egy rábízott életet épít. Tehát megfordul a folyamat. Na jó, de ha én ezt tovább folytatom, akkor megkapom a saját tejútrendszerünknek, tehát minden spirálgalaxisnak a felülnézeti képét. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben, ha azonosításunk helyes, akkor egy folyamatosan megújuló erőnek a jelenlétét érzékeljük, és akkor itt nem olyan nagy bajám, hogyha ez megújul, mert akkor ez azt jelenti, hogy a teremtő erőnek az anyaságon, illetve tágabban a családon keresztül való folyamatos megnyilatkozás. Itt nem olyan nagy baj, ha megmarad. Ez attól függ, hogy milyen tartalmú. Mert ha farkas, akkor jobb, hogyha kihúz ebből a szamszarából, és akkor táguljon innen. Tehát letelt az ideje, forró vizet a kopaszra, akkor azonosítottuk, mert ugye akkor azt jelenti, hogy az a kutyával azonos, tehát kopasz, farkas, egyenlő kutya. Letelt az idő, drágám, húzzál innen. Tehát akkor már a disznóhava van, ott már a kismalacnak van az otthona. Tehát ez egy aránylag egyszerű feladvány. Tehát azt nem győzöm hangsúlyozni, a népmesék ugyanezzel a rendszerrel dolgoznak. Ugyanezzel a 28 holtházal, 28 állatból már, ha ismerem a 28 holtház rendszerét keleti állatöbben, akkor minden magyar népmesét nagyon jó közelítéssel majdnem teljesen föl lehet fejteni. Mert azért ebben tágabb kozmosznak is vannak üzenetei, de azért a keretet legalábbis nagyszerűen föl lehet fejteni. Tehát nincs kétféle hát jelölő rendszer, egyik a szkítáknál, utána szünet, utána a hunoknál egészen más, aztán megint szünet, aztán megint avaroknál egészen más, magyaroknál meg attól függ, hogy ábrázoló népművészet vagy mese, mert a kettő teljesen különbözik. Na ez úgy hazugsága, ahogy végigmondtam. Sajnos idézet volt. Tehát azt jelenti, hogy ez így, ahogy elmondtam, ez a hazugság tömeg, ez egyfolytában tanítódik. Ezt tanítják, semmi mást. Vagy egyáltalán nem tanítanak semmit. Na tehát lényeg az, hogy ezt a rák tulajdonságban azért vegyük észre ezt a folyamatosan megújuló életet, és ilyenkor motorként működik. Tehát egy olyan tulajdonságként, ami éppenséggel, hogy előre viszi az életet. De a saját, hogy mondjam, ismétlődése révén. Na most ennek az oldalnézete, azt tudjuk milyen, tehát annak ilyen az oldalnézete. Na most, ha ezt én megfelezem, akkor mit kapok meg? Ez meg a mérlegnek a jele. Tehát felülnézetben egy energiagóc, amelyik folyamatosan spirálkarokban valósítja meg önmagát, és tágul, de ha azt akarom, hogy önmagával tartósan azonos maradjon, tehát a működés rendje folyamatos legyen, hát annak kiegyensúlyozottnak kell lenni. Tehát a megtartásnak a felelőse az a mérleg, a generálásnak a felelőse pedig a rák, az évköri nagyságrendben. Tehát ha egyel följebb meg a
tejútrendszerünk nagyságrendjébe, akkor természetesen ez a kettő egyesül, és lesz belőle egyetlen hatalmas hát képződmény, kozmikus képződmény, amiben együtt van felülnézetből az úgynevezett rák tulajdonság, tehát a spirális, oldalnézetből pedig a megtartó erő, tehát a mérleg, a kiegyensúlyozottság. Tehát nem véletlen, hogy a legősibb, legalábbis eddig rekonstruált legősibb ilyen hát sportjátéknak neved, ma sport egyik játéka, az a diszkosz. És nem véletlen az sem, hogy a diszkobolosz, tehát a diszkoszvető az az egyik hát csúcs teljesítménye az ókori szobrászatnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én ezt eldobom, akkor, na ez velem ritkán fordul elő, de ha mondjuk eldobom, tányér formában esetleg nagyobb otthoni konfliktus esetén. De másképp díjazzák egyébként. Tehát ezt, ha én eldobom a diszkoszt, akkor annak egy ilyen pörgése van, nem tudom, észrevettük-e. És viszont azt tartja a levegőben, mert egyébként puff, már itt le is esne, ha nem tartaná ez egyensúly. Tehát gyakorlatilag megvalósítja azt, amit a tejútrendszerünk ad. És erre kérdezik, honnan tudhatták? Onnan, mert nem veled konzultáltak, drágám. Tehát ezek csak azért fontos kérdések, mert a görög sem teljesen leépült, csak egy taknyosan fiatal népség. Tehát ő semmit nem magából termelt ki, de nagyszerűen csiszolt azon a műveltségen, amit készen kapott már, mégpedig ebből a közegből, amiről mi itt beszélünk. Amit ő cserébe adott, hát azt majd látjuk mindjárt, hogy mit adott cserébe. Hát a leépülést. De minden esetre azt nagyon szépen csiszolt formában. Tehát ezt azért kell tudni, mert a mai napig élnek olyan sportformák, amiknek ordít a kozmikus tartalma, csak mi nem arra figyelünk, hanem arra, hogy a befektetésünk visszatérül-e, tehát az fog-e győzni, akire én szavaztam. Egyszerűen nem is érdekli más ma már a sportkedvelő közönséget. Tisztelt a kivételnek, mert fenn vannak Fradi Druckerek. Tehát azt mondja, hogy jó, akkor menjünk tovább. Ez eddig követhető volt, mert említettem, hogy ez a leg, hát olyan sűrűbb tétel, tehát aminél azért a tovább hát ragozás az már inkább a tisztelt jelenlévők feladata. Na most itt a tömegszerűség, energiaszerűség. Erről esett szó, de mondtam, hogy erre több példát fog felhozni. Na most innentől kezdve Filipovkáról van szó. Tehát ez az a lelőhely. Hát meg kell mondjam, amikor először láttam, ebből hoztak egy anyagot a Nemzeti Múzeumban. Voltam elég ostoba, és nem néztem meg azt a kiállítást, viszont nagyon jó dokumentumanyaga van, sőt, külön kiadvány készül, na nem itt a Nemzeti Múzeumban, azért ne túlozunk, de volt Amerikában is ez az anyag. És ott egy nagyon jó katalógust állítottak össze, kitűnő képanyaggal, és nagyon jó leírással. Mondom sem kell, egy hang nem volt arról, mai napig sem, hogy itt tulajdonképpen a teremtő energiának a működésrendjét látjuk, de valami elképesztően, hát hogy mondjam, szuggesztív megfogalmazásban. Mondom, amikor én először megláttam, hát egyszerűen szóhoz nem tudtam jutni. Tehát ha én itt nem veszem észre, hogy nem volt soha olyan szarvas, de törzsfejlődésben nincs esélye sem, hogy megvalósul, amelyiknek így állt volna az agancsa merőlegesen a testére, és ezeket a fordulatokat vette volna. Nem tud úgy fejlődni. Hát lombikba se lehet ilyen szarvast előállítani. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy itt olyan energiákról van szó, amelyek, ha jól éljük az életünket ebben a sűrített energiaformában, hát akkor ez teremtő erővé válik. Ez tovább hát gazdagítja magát a teremtett világot. Na most, hogy ezek mit tudtak az életről, tehát az, hogy ma ugye a fizika is ott tart, hát legalábbis egyik fele, mert mindig van ugye ellenzék, mert ha itt ugye Zaharov kijelent valamit, Zuckerman nyilvánvalóan élből kontrázza. Miért? Mert ebből nagyon jól meg lehet élni. Érthetően mind a kettőnek a publikációját aránylag jól fizetik. És akkor az ő fia majd őt fogja támogatni, az ő fia meg Emmet fogja támogatni. És akkor ebből generációkon keresztül jól meg lehet élni. Na minden esetre, ezt csak azért mondom, hogy jelenleg az, ami hozzám eljut, így a fizika jelenlegi világképéből, nem a tömeget tekintik meghatározónak. Gondolom, ennyit azért a plebsz, tehát én magam is hát megtudhattam a rejtelmek, hanem energia. Tehát a meghatározó az az energia. És ennek vannak bizonyos sűrűsödései, amiről mi megegyezés szerűen azt mondjuk, hogy ez anyag vagy tömeg, de inkább tömeget mondunk. Valamely oknál fogva a tömegkifejezés jobban szereti a jelenlegi fizika, az anyagot nem szereti. Na minden esetre
ha nem erről van szó, akkor egyszerűen nem tudom, miről van szó. Tehát teljesen nyilvánvalóan erről van szó. És még egyet azért itt lehet tanulmányozni. Akkor nézzük a következőt, mert úgy emlékszem, hogy többet is adtam ebből, mert hiszen ez viszonylag úgy van, viszonylag új. Tehát a hazai közönség körébe ezért ezek nem nagyon szivárogtak át. Lehetett ábrát is látni ezek közül. Tehát azt hiszem az Élet és Tudományban adtak akkoriban, de hát igen takarékosan. Minden esetre látjuk, hogy a testre merőlegesen is tud működni, meg a test vonalával párhuzamosan is tud működni. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egyik iránya kitüntetett, mind a kettő kitüntetett. És akkor én most hadd tegyek fel egy kérdést, ami eddig nem volt feltehető, mert eddig a szkita szarvasoknál, hát akárhogy vettük, mindenképp az agancs képzete jött be. Az agancs pedig nyilvánvalóan a fejtetőből nő, tehát nem az agancsból nő a szarvas, hanem a szarvasból nő az agancs. Na most ez a hétköznap példa nem mindig úgy van, mert jelenleg körülbelül úgy van, hogy a farka csóválja a kutyát, és nem a kutya a farkát, tehát a kormány működteti a nemzetet, és nem a nemzet a kormányt, ahogy ez természetes lenne. De a szkíta szarvasok eddig látott hát változatai azért azok még meglehetősen egyértelműen jelezték, hogy ez fejtetőből nő ki. Tehát a meghatározó, a forrás az mégiscsak a test. Így ebben a felépítésben, ahogy láttuk, tehát szellemiség, lelkiség, testiség. Igen ám, de itt már ez egyáltalán nem biztos. Tehát itt vigyázat, mert nem biztos, hogy innen adódik ez a szellemi kisugárzás, lehet, hogy pont fordítva van. Tehát először itt keresi a kibontakozást egy szellemi működés, majd utána itt besűrűsödik és testté válik. És ez egyáltalán nem biztos, hogy ez most egy rossz belemagyarázás. Tehát az ábra maga mind a két közelítést lehetővé teszi. És ha mind a két irányú közelítést lehetővé teszi, akkor kutya kötelesség mind a kettőt megszólaltatni. Tehát természetesen éppen azért, mert ilyen agant sohasem volt, ez abban a pillanatban, mint lehetőség, a visszaolvasás. Tehát az értelmezés szintjén azonnal megmarad, vagy megjelenik ez a lehetőség. Na most ez már annyira visszaszokta lökni azokat, akik hát azért akárhogy is vesszük, itt szarvast keresnek, csalódottak, hogyha itt szarvasnak nem olyan az agancsa, mint a szarvas, és nehezen hiszik el, hogy ez nem szarvas. A legtöbb, amit elmondhatunk róla, az éppen magyarul, hát hogy mondjam, szólaltatható meg. Na most itt már lehet fázni, meg lehet nagyon, hogy mondjam, csak pokoli kínokat szenvedni, mert én most meg fogom szólaltatni. A szarvasság az a szervességnek az teljesen egyértelmű megnevezés, most erre mondja, de a szervesség azt jelenti, hogy szénvegyületekhez kapcsolja. Jó, neked, drágám, neked. Én is ezt tanultam, tehát nem arról van szó, hogy én nem tudom. Igen, de ez a szó, ez nyelvújítás. Persze, én újítottam tegnap, kérem érte az újítási díjat. Tehát ennek semmi jelentősége nincs. Ez egy tökéletes magyar képzett szó. A magyar nyelv szabályai szerint, hogy ezt most 2000 évvel ezelőtt képezték, vagy tegnap az unokaöcsém képezte, ennek semmiféle jelentősége nincs. Tehát amit mi tanulunk nyelvtörténetből, a legjobb esetben is, ha becsületesek űzik, ami egyébként nagy ritkaság, de ha becsületesek űzik, mert ilyen is előfordul, akkor is csak a maradványból gazdálkodik. Tehát ez egy hiánygazdálkodás. Ott van neki az a dokumentum, amit meg egyébként elképesztő mértékben pusztítanak. A maradék dokumentumból állapítja meg, hogy használták-e vagy nem. Például, akit most idéznék, azt nem szívesen idézem, de hát majd rájön, aki már olvasta, hogy szellemszavunk nem is volt. Mondja, nagyon nagy okos, és nyilván sok tisztelője van, azért nem mondom a nevét. És kijelenti. Tehát nem is lehetett másképp fordítani, csak Szentléleknek. És akkor az ember azt mondja, hogy te miért nyilatkozol? Mert nem az a baj veled, hogy buta vagy, hanem az, hogy nyilatkozol. 1400-as években, Huszita Biblia, ott van benne Szent Szellet. Tehát tökéletesen le lehetett fordítani magyarra, itt nem Szent Lélekről van szó, ez Spiritus Sanctus, mindenki tudja. Spiritus az nem azt jelenti, hogy lélek, az anima jelenti a lélek, lelket. Ezzel együtt, hát például németben, Heiliger Geist, tehát teljesen egyértelmű, a Geist az nem lélek, az szellemet jelent. De már a francia, az már nem még a francia is jót, az Esprit-nek fordítja. Tehát mindegyik, amelyik fordítja, mindig szellemet, kivéve a Gyevi bírót.
Miért? Nekünk nem volt szavunk a szellemre, ez egy ilyen szegényes idétlen nép, tetszik tudni. Merjünk már hülyék lenni, bocsánat, kicsik lenni, elnézést. Tehát, csak hogy értsük, hogy, és ugyanakkor ennek a valakinek tábora van, imádói vannak. Nem találják ki, úgysem mondom meg. Túl sok a tisztelő, itt is köztünk. Tehát lényeg az, hogy tudni kell, de még mennyire megvolt a szavunk. És az, hogy a szellemben ez a jellemzővé, ez a nazálissal való lezárás, tehát orhanggal, emmel, ennel, ennyel, ez tényleg nyelvújításban vált általánosan, mert gyönyörűen lehetett költészetben használni. Jellem, szellem, illem, és így tovább. Teljesen szabályos magyar képzés. Most az, hogy ezt használták előbb vagy nem, azért, mert nincs rá példánk, ez nem jelenti azt, hogy nem használták. Hát a nyelvújításnál nem a hasukra ütve használtak képzőket, hanem azért, mert azok jelen voltak, mint lehetőségek a nyelvünkben. Na tehát minden esetre ennek a szellemiségnek a teste töltése. És ez az, ami a hazai művészetben vagy művelődésben nagyon késő ideig él. Én itt azt hiszem, hogy vetítettem, ha nem is most ebben a sorozatban, de ezt megelőző, de... Tavaly vetítettem, hoppá. Méghozzá vagy a másodikban, vagy a negyedikben az előadás, ahol gyügyéről volt szó, festett kazettás mezdekről, és az öt elemről. Talán még emlékszünk rá. Hogy jött létre a Föld, mint elem? Úgy, hogy besűrűsödtek az energiák. Nem tudom, mennyire emlékszünk rá. Most már nem aktuális ez a becsöngetés, úgyhogy letörlöm. De azért ezeket mindig jó fölidézni, mert nem véletlenül épülnek itt egymásra így, ahogy egymásra épülnek az előadások, hanem azért, hogy legyen mire építkezni. És akkor emlékszünk még, most csak az utolsó előtti kettőt rajzolom föl, itt emlékszünk, hogy élő minőség volt. Mindegyiknél, mégpedig egy kis pártával itt a közepén. És akkor ez a levegő eleme volt, ezt pontosan lehetett azonosítani a csengersimai párjával, ahol fölé is írták, hogy szél. Ezt nyilván emlékszünk rá. És akkor ezek az energia hullámok, amik egyenletesen áradtak szét, mert ez a szélnek, tehát a levegő elemének a működés, ez adja azt, hogy szét. A tűzeleme adja azt, hogy föl, a vízeleme azt, hogy le. Próbálják őket megcserélni, demokratikus alapon, jó? Holnaptól kezdve a vizek folyjanak fölfele, a tűz meg menjen lefelé, jó? Meg lehet ezt beszélni, és akkor megegyezünk, jó? És akkor megegyezésszerű jelrendszer lesz. Vagy próbáljuk azt, hogy a szél az összefelé jöjjön. A Föld meg menjen széllyel. Tehát ezek alapvető tendenciákat fejeznek ki eddig a négy elemrendszer. Aztán ötödik az élet. Na azt meg viszont ezekből nem lehet kisakkozni. Tehát az már egy önálló ötödik minőség. Na most milyen volt a Föld eleme? Ugyanez volt, tehát benne van mindegyikben. Hát egy kicsit most rosszul érzi magát, de nem is csodálom. És akkor mit csinálnak ezek a sugárzások? Mindegyikkel találkozik. Tehát minden tendencia azért kell földre születni. Na most ez 1767-es ábra. 1767-ben itt még ez a szellemiség eleven volt. Tehát azóta, sőt 1835-ben még tökéletesen működött. Na most akkor mi történt azóta? Mi történt? Egy káini modell uralkodóvá vált. Tehát úgy hurcolták be, hogy fokozatosan, akik egy másfajta modellt alkalmaztak, azokat partvonal mögé szorították, dezavuálták, kiröhögtették, majd utána kinyírták. Tehát egy nagyon rövid idő alatt le tudám épülni az emberiség. Hát ez egy működő rendszer, ez egy tökéletesen ugyanaz a rendszer. Tessék megnézni. Tehát most persze röhög rajtunk, mert na jó, most kicsit legyen már komorabb. Jó, tehát az a lényege, hogy minden tendencia mindennel találkozik. Tehát ha én földre születek, és valamit bárhol elrontottam a mindenségben, itt garantáltan találkozhatom azzal, akit megbántottam, azt kibékíthetem, akivel jót tettem, az megint találkozhat velem, miért nem, az már más kérdés. De lényeg az, hogy ahhoz viszont ezeknek az energiáknak be kell sűrűsödniük, tehát esély kell támadjon arra, hogy mindenki elvileg mindenkivel találkozhasson. Tehát minden tendencia mindennel találkozzon. És akkor tudom elindítani az életet, ahol, ha még emlékszünk rá, elindult egy fával, aminek a koronájában ugyanezek a tendenciák már
szimmetria tengely köré rendeződtek, és minden mag elkezdett bennük termelődni. De ahhoz már egy ötödik elemre volt szükség. Na most itt miről van szó? Pontosan ugyanerről. Tehát itt még ezek a teremtő energiák, hát nem elemi szinten, hanem egy sokkal töményebb szinten, de még egyfajta nem besűrösödött állapotban vannak. És itt pedig innentől kezdve szellemi energiaként megjelennek, és elindul a besűrűsödés. De ugyanazok az energiák sűrűsödnek be. És akkor kapom meg azt a földi hát életformát, amin belül aztán persze van megint szellemiség, hát hiszen tudnom kell, hogy hol töltődöm. Hát nyilvánvalóan nem itt egy beöntést kapok, és akkor onnantól kezdve ember leszek. Tehát innen kapom, és akkor itt van egy nagyon komoly hát energiagóc, mert az irányítottság itt most a rendkívül hangsúlyos, és akkor utána ez csapódik le ide. Tehát ez egy derivátum, egy származék. Az, hogy nekem testem van, és ez tud bizonyos energiákat sűrűsíteni, és utána indítani. Tehát egy elindulást bármilyen irányban, sajnos a rossz irányban is. Na, nézzük tovább. Úgy van, hát ez egy hátnézet. Egyébként ezek gyönyörűek, tehát legszívesebben fönnhagynám őket, én meg hazamennék, és aztán majd legközelebb találkozunk. Mert ezek valóban nagyon szépek. És itt lehet igazán látni, hogy már elnézést, de nem ez a főszereplő. Hát ezek derivátumok. És erre mondják, nagyon dekoratív, a körösztanyát dekoratív. Tehát itt annyi az esélyünk, hogy rosszul közelítsünk hozzá, de miért használjuk ki ezeket az esélyeket? Azért, mert ezeket kínálják. Hát ha ráhangolódunk, akkor mindent elárul, semmit nem kell hozzátenni. Mindent elmond maga. Na akkor menjünk tovább, mert telik az idő. És akkor ott van, hogy hát bizony ebből lehet embert is, állatot is. Tehát ennyire megfogalmazni azt, hogy mint nyilas tulajdonság, mert ez aztán tényleg nyilas tulajdonság. Tehát a nemzetnek a tulajdonsága az a lóé. Aki egyénként ezen vagy ezen belül működik, annak viszont már így és nyilván a kezében. Tehát lehet látni, hogy ezt a tulajdonságot ő már ténylegesen földi körülmények között működteti. Most azt gondolom, hogy én nem kell sokat magyaráznom, hogyha én így fogok egy íjat és nyilat, az soha nem fog elsülni. Tehát itt egyértelműen egy felmutatásról van szó, de érdekes módon még az Árpád-kori épületplasztikánkban, persze ez nem kocsma épületben, hanem templomban maradt fönn. Tehát még ott így fogják az íjat és nyilat. Tehát teljesen egyértelmű, hogy itt nem gyilkoló szerszámról van szó, hanem egy felmutatásról, és az íj és nyíl, ezt gondolom tudjuk, ez egy meditációs technika. Tehát ez az íj és nyíl ösvénye mai napig a zen keretében, tehát a zen buddhizmus, ha így jobban tetszik, ma egy meditációs technika. Van leírása, tehát magyarul is olvasható leírása. Tehát ezeken már azt hiszem túl vagyunk, mert már ezt régen megbeszéltük. Na most ennyire gyönyörűen, hogy itt tulajdonképpen milyen energia honnan származik. Minek kell kristályosodni? Tehát kristály szerkezetűvé válni. Miért? Mert megtartó erőt képvisel. Tehát ne ez akarjon teremteni, mert abból rugás lesz, vagy valami. Hát mondjuk néha nem árt, mert azzal is lehet előrevinni a dolgokat, de nyilvánvalóan nem ez a szerepe. És aztán, hogy innen jön, tehát a lovasból jön, mégpedig annak a földhöz való viszonyát biztosító részből, abból jön ez a teljes hatalmas energia. Na ez elvisz egy darabig. Tehát gyönyörűen lehet látni. Aztán mindig mondják, hogy ezeknek a lovaknak egyébként ez a lófej, meg ez a ló arány, ez nem a nyugati, tehát a Fekete-tenger melléki, hát hogy mondjam, ábrázolásokra emlékezte, azokból is mindjárt látunk majd, hanem éppen a bazilikiekre, vagy az ahhoz közelállókra. Ez a nagyfejű ló. Na most erre mondják, hogy ez elrajzolt. Nem elrajzolt. Ez a szellemiségnek a túlsúlyára utal. Hát a ló tulajdonság, vagyis a nyilas tulajdonság nekünk nem a testi tulajdonságunk, ez a szellemi tulajdonságunk. És attól függ, hogy mekkora a fej, hogy mekkora a szellemi vezérlés. És ez egy nagyon fontos tétel, mert ne felejtsük el, energia áradat kellős közepén vagyunk. Most ezt hogy használjuk? Hát itt van a kulcskérdés. Hát ez nekem, meg kell mondjam, a kedvencem, úgyhogy hát most nem akarok senkit se rábeszélni, de azért próbáljuk megszeretni ezt a művet, mert ez tényleg döbbenetes.
nem szívesen mondom, hogy menjünk tovább, mert telik az időnk. És csak azért vetítem föl, mert említettem az elején. Könnyen az a képzetünk támad, hogy a Filipovka ez egy önálló egység. Hát ezt tetszik tudni, honnan való. Mert hogy ugyanaz a szellemiség az egyértelmű, ugyanazok az arányok. Még azt is lehet látni, hogy a ló esetében, ha megmarad a ló szintjén, akkor van irányultsága. Tehát lovat a legritkább esetben kapunk el úgy, hogy visszafordítja a fejét, mert abban a pillanatban már szarvassá válik. Tehát ott már önmagának a második holdházává válik, és onnantól kezdve már a bak következik. Mert ugye a nyilas az november végétől, 21-től december 21-ig, annak a második holdház az utolsó 15 napja. Tehát azt jelenti, utána már csak a karácsony jön. Tehát akkor persze, hogy már elkezdődik a szellemi, a várakozás, tehát ez már az adventnek az időszaka. Tehát a szerepe az tökéletes. A nyilasnak feladata van, annak irányultsága van. Lovat szembenézetből soha még normális ember nem jelenített meg. Más kérdés, a reneszánsz meg utazott rá. Ugye Pisanellótól kezdve, hogy ő szembenézetben lovat. Óriási vagy, drágám, csak a lényegét nem érted a dolognak. Tehát a ló mindig irányult, van feladata az életben, és afelé tart. És ha azt mondjuk, hogy de már betöltötted, akkor nem tudjuk, mi van ma a világon. Dehogy töltötte be. Hát éppen ma kellene a legjobban működnie. Tehát igenis, cél érdekében úton van. Na most viszont az egész fölépítése, majdnem, ha megkérdeztem volna, ez honnan való, hát kórusban mondták volna Filipovka, de nem, Tuva. Nem tudom, emlékszünk-e még Tuvára. Tehát már egyszer vetítettem, hát az a legmesszebb van pont. Tehát ez közelebb van helyrajzilag a Fekete-tenger északi partvidékéhez, mint Tuvához. És mégis pontosan lehet látni, ugyanazon a nyelven beszélnek, és valószínűleg ebből is többet tudnánk, és nem teszik közzé őket. Mehetünk már is tovább. Na most egy olyan tétel, amiről hát nagyon sokat hallottunk a népművészet tárgyalásakor tavaly. Ez a pozitív és negatív formák lényegi egyenértékűsége. Na most ez a szkíta művészetben, ezt már múltkor elmondtam, tehát most nagyon hosszan nem akarok ezzel foglalkozni, hogy tulajdonképp ez volt az első olyan közös sajátosság, ami a magyar népművészet, az élő magyar népművészet és a szkíta művészet között megfogalmazódott. Nem én fogalmaztam meg, azt is elmondtam, hogy kifogalmaztam, ezt egy Kátai Mihály nevezetű kiváló festőművész, aki annak idején nagyon sokat foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és ő volt az, aki tulajdonképpen először megfogalmazta, nem írta le ezeket, de attól én még nyugodtan hivatkozhatom rá, mert tényleg egy komoly nagy szellemi tett volt az, hogy erre fölhívta a figyelmet. Az emlékeken rengeteg olyan emlék maradt fönn, és éppen a fénykorából, a szkíta művészetnek, nem a késői korból, hanem ott, mikor még a saját nyelvét beszélte. Ahol valóban a negatív formákból hol ki is töltik, hol nem töltik ki, de a negatív forma szintén beszédes, ez is nagy igazság. Menjünk is tovább. Van, ahol gomb, mert ez egy ilyen gomb volt, van, ahol meg egyszerűen úgy fonódnak egymásba, hogy a negatív is pozitív formával töltődik ki. Tehát jól lehet látni, ez a két teve forma, ez tulajdonképp együtt ad egyetlen ilyen befoglaló nagy formát. Na most van, ahol az ember egészen pontosan tudja, hogy mire használták. Itt volt kedves barátunk a szünetben, aki kérdezte, hogy ezeket tulajdonképpen milyen méretűek és mire használták. Na most általában vagy lószerszámdísz volt, vagy a férfi viseletnek valamelyik része, és ez rögtön meghatározza a méretét is. Ami ennél nagyobb volt, az a múltkori előadás utolsó előtti vetített képe, amelyik a paziriki ilyen griffet, az viszont lónak a fejdíszeként rekonstruálható, abból többféle fejdísz volt, mi általában azt szoktuk reprodukálni, meg azt adják nekünk kezünkbe, amelyik szarvasagancsot ad, de nem csak ilyen volt. Tehát a ló szellemisége az bizony át tud alakulni a használat során. Volt olyan, amelyik például kosszarvú volt, amelyik bakszarvú volt. Tehát azt hiszem négyféle ilyen maszkkal maradtak fönn pazirikben, és ez azt mutatja, hogy a halotti áldozatnál nyilvánvalóan az alaptulajdonság a ló, hát az a nemzet sajátosság. Ífeszítő népeknél ez mindenképpen a ló. De hogy az illető feladata az életben melyik irányba vitte a ló tulajdonságot, azt már ráhelyezett maszkkal jelözték. És nem biztos, hogy életben is így használta, tehát ez nem bizonyított tény, de legfeljebb feltételezés lehet, mert a lényegi önazonosságot azt mindig a temetéskor
és a sír nevével kapta meg. Tehát az a név, amivel temetéskor megnevezték, végül is az mutatta, hogy milyen, mennyire teljesítette ki a feladatát az életben. Ezért van az, hogy egyszerűen például ilyen név, hogy Csaba nem jelenik meg a forrásokban. Mi mégis tudjuk, hogy létezett, és tudjuk azt is, hogy ez a beteljesült hivatásnak a neve. Tehát ebből lehet kiindulni, ha megnézem, hogy hát tulajdonképpen mi volt a feladat és hogy teljesítette, de a kortárs források még nem használhatták, mert akkor még élt. Tehát akkor egy másik fajta nevét használták. Hát legalább négyféle neve volt ekkoriban, tehát a szkíta időkben egy férfi embernek. Mert egyet a születésekor kapott, egyet a beavatásakor kapott, egyet, ha valami nagyon nagy tettet hajtott végre, akkor már arról nevezték el, és egyet pedig, amikor befejezte az életét, és ezzel ment tovább a utókor számára. Tehát ebből adódnak azok az ellentmondások, hogy nem találtunk Csaba nevet, tehát ez egy kitaláció. Neked, drágám, nem is neked szól Csaba. Csaba nem hozzád fog visszatérni. Te egyébként utálnád is, tehát teljesen fölösleges lenne hozzád visszatérni. De ezt azért mondom, mert egy-két ilyen adat, ha nem vagyunk tisztában, akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy hazudtak a krónikásunk, hazudtak az őseink, egyáltalán nem lehet hinni, de hogy nem lehet, a te tudásod hiányos. Mehetünk tovább. Tehát ezt én nem is részletezném tovább, mert a pozitív-negatív egyenértékűségről annyit beszéltünk már. Itt lehet látni talán legtisztábban, szebben, ami az egyik esetben negatívum, az a másik esetben pozitívum. Tehát itt egy egymást kiegészítő világképről van szó. Erre mondja, ha egy fenét mit magyarázol bele, hát egyszerűen leharapja a fejét. Tényleg? Mutasd már nekem egyetlen ragadozót, ami itt az orránál kezdi enni az áldozatát. Tehát ezek agyrémek. Tehát ezek már annyira pontosan jelzik, hogy a kétféle életminőség hogyan kapcsolódik egymást. Ami az egyikből hiányzik, azt a másik pótolja. És ha mi így élnénk, hát akkor nem lehetne így az orrunknál fogva vezetni bennünket, mint ahogy jelenleg. Mert hát két-két magyar ember így élni, hogy ami az egyiknek hiányzik, a másik pótolja, akkor azt jelenti, hogy nem lenne nagy kereskedelemre szükség. Ezek úgy húznának el innen, hogy öröm lenne nézni. Így kis zászlóval még szívesen jelezném az utat is neki. De nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy mennyi bajunk van velük, meg hogy milyen drágán lehet kapni, de ott van a kerted, miért nem abban műveled? Hát mennyit meg lehetne, még ezekben a vacak kis kertekben is, amiket kínálnak. Hát az ostrom után nálunk a teniszpályát, azt, ami salakos, mert az volt ott mellettünk. Hát azt szépen felosztották a ház lakói között, és megművelték, és bármilyen furcsa termet valami, hát nem minden, de, és abból éltünk. Egész addig, amíg ki nem lehetett csapni rokonokhoz vidékre, 45 hát elején, hát amikor, vagy 44, nem, 44 végén már nem lehetett, de 45 elején. Hát a talp alatnyi földön is meg lehet termelni, ha akarom. Ha meg nem, hát akkor meg föl fogják emelni megint az árakat, aztán majd egyszer csak észhez kapunk. Na, menjünk tovább, tehát ez is természetesen a filipovkai anyagból való. Na most következő tételünk, na ez aztán már ismert, ezt orvaszájba reprodukálják, és általában ezzel szerettetik meg a szkítákat. Na most itt a cím szó, csak azért, hogy nehogy mellé beszéljek, a világi és szakrális uralom viszonya. Mert itt most vesszük észre, hogy mindig olyan párokban gondolkozunk, amelyek valamilyen értelemben kiegészítik egymást. Tehát pozitív-negatív egyenértékűség, akkor előtte hadd puskázzam a tömegszerűség, energiaszerűség, és ezek itt mindig egymást kiegészítő szerepkörben, nem egymást kioltó, hanem kiegészítő szerepkörben jelentkeznek. Most erre lehet mondani, hogy na igen, de hát hogy van az, hogy itt szakrális és világi uram, hát itt teljesen nyilvánvaló egy harcot ábrázolnak, és a többi az meg dekoratív. Igen, de szóval először is ez egy fésű. Most mi a fésűnek a szerepe? Szóval rendez, egyirányúvá tesz. Hát én ritkán használom, de ha használom, akkor az általában egyirányúvá teszi azt, amit még tehet. Sokat a fésű se tehet már jelenleg, de azt egyirányúsítja. Na most ez mit jelent? Milyen tulajdonságnak a kifejezés? Olyan szűz, hogy annál szűzebb már nem lehet. Tehát ez mindent rendez, még azt is, ami nincs. Tehát ez egy teljesen egyértelműen szűz tulajdonság. És akkor
Most ebben a közegben kell megjelennie kétféle uralmi típusnak. Az egyik a világi, a másik a szakrális. A világinak melyik az évkörön belül a képviselete? Oroszlán természetesen. És melyik a szakrálisnak? Az meg a ló, tehát a nyilas. Na most, tessék meg, mit tud valamit csinálni? Csak vagy egy irányba megy, tehát ismétel, vagy pedig egymásra támad. Miért? Mert a szűz erre a kétféle magatartásra kényszeríti. És zárt körben, és kicsiben, és alacsonyabban, ha jól működik egy társadalom. Na most mi történik fölül? Adva van egy, azaz egyetlen ló, és mi történik? Ez a sok idióta egymást öli. Na most, ha egy szakrális uralom keretében egymást ölöm, akkor az a nép le fog tűnni a történelem színpadáról. Tehát nem azon a néven fog tovább futni. Na most az ífeszítőket nem kell félteni, mert az, hogy ő most nem szkítaként megy tovább, hanem szarmataként, vagy hunként, vagy avarként, ez nem azt jelenti, hogy megszűnt az a nép, hanem méltatlanná vált, beugrott a szomszédjának. Ki volt a szomszédja? Parazita kettő, azt meg görögnek hívjuk. Ne felejtsük el, Magyarországon kezdetben nem, hogy mondjam most finoman, tehát szóval a görög volt az, amelyik azt a magatartást képviselte, amit ma egy kicsit másik nép, tehát kicsit közel-keleti jellegű. De ugyanazt a tulajdonságot képviselte. Teljesen ugyanazt a tulajdonságot. Tehát kereskedelemből élt. És még a szerb is elébb lett kereskedő, ne felejtsük el, ez a századforduló kör egy fogalom volt, a szerb kereskedő. Följött és a kuplerájban, elnézést a kifejezésért, de rövidség kedvéért nevén nevezem. Így szórta a pénzt. Tehát ez regény téma lett. Hát egyszer Krúdit tessék olvasni. Tehát itt azért vigyázz, mindig az utolsó a magyar volt, aki a pénzt halmozta, tehát aki a munkán kívüli pénzgyűjtéssel próbált megélni. Tehát ez egy nagy vetélkedő volt, ebben a magyar bele se szólt. Egyszerűen nem is volt konkurenciája a magyar részről. Tehát először a görög, utána a szerb, és utána jött csak az, aminek hát azt hiszem nem érdemes most kimondani a nevét, tehát mondjuk eszkimót mondunk helyette. Jó. Tehát lényeg az, hogy persze, hogy bejön, ha mi egymást öljük. Tehát egy hiába hatalmas, hiába van központban, hiába tudna érvényesülni, nem tud. Miért? Azért, mert nem rendeltetése szerint használjuk a szakrális uralmat. Tehát ha nem tudunk odáig fölmagasra, és tessék megnézni, mi lesz a ló sorsa. Tehát jelen van ugyan, de megmutatja, hogyha sokat szórakoztok ezzel a hatalommal, akkor ez lesz a sorsotok. És akkor már nem csak a lónak lesz, első a nemzet halál, de utána ti magatok is elpusztultok. Tehát teljesen tiszta. Most az, hogy ez görög hát szabályzat szerint, mert ez aztán már tényleg. Tehát ennél, hogy mondjam, ez a, tudjuk a Goethe, mikor meglátta először a Parthenonról, tehát az athéni Parthenonról levett lófejt, ő mondta rá, Urpferd, tehát az ős ló. És nem mondta rá az ember, hogy te ős szamár, ha ismernéd a szkíta műveltséget, akkor nem mondanád rá, hogy Urpferd, mert az nem Urpferd volt. Az egy derivátum volt. Hát nem a görög kezdte el a lovat megismerni, ne felejtsük már el. Hát egyfolytában a szkítáktól tanult, ameddig tanult róla. Tehát minden esetre ez már görög forma eszmény, tehát azt jelenti, hogy itt már nincs pozitív-negatív egyenértékűség, itt már a pozitív forma válik dominánssá, és mi annyira hozzászoktunk ehhez, mert csak ezt tanítják nekünk. Hogy egyszerűen nem is tételezzük föl, hogy de hát lehetne pozitív-negatív formák egyenértékűsége, mert itt már nincsen. És egyetlen szempont van, hasonlítson. Ha tetű, tetűre hasonlítson, ha miniszterelnök, miniszterelnökre hasonlítson, mondjuk azt lehet összetéveszteni, de egyébként nem. Tehát csak jelen esetben egyébként a akármi anyóson főkötője arra hasonlítson. Nincs más szempont. És ez egy elég veszélyes játék, mert így tulajdonképpen a művészi mérlegelés szempontjából egyenértékű az anyóson főkötője, meg a tetű, meg a miniszterelnök, meg én, aki nézem. Nem tudom, érthető. Tehát egyszerűen nincs más szempont. Tehát itt kezd bevezetődni a szkíta műveltségbe, és innen már a szkítának szkíta név alatt történő életműködése nagyon rövid idő alatt. Besül, befejeződik.
Ezt nem lehet tovább vinni sokáig, ezt a szemléletet. Mehetünk már is tovább. Hát itt most részleteket látunk ebből, és akkor van egy olyan, amit aztán orba szájba, ha valamit orba szájba, ezt aztán tényleg. Na most ez Kijevben őrzik. Most a kijeviek, miután aránylag kevés a pénzük, és most ez hogy közvetlen hódítunk, ez nem nagyon megy, szóval ez nem komilfó. Tehát azt csinálják, hogy viszik ezeket a kincseket sorba a világba, ott bekasszíroznak egy csomó pénzt, és aztán hát ebből egy darabig elérdegélnek. Meg aztán gondolom el is adogatnak belőle, de ezt mondjuk kínos lenne eladni, mert ez tényleg nagyon ismert. És akkor itt viszont mit látunk? Ez már egy következő szempont, idézem, e világ és túlvilág viszonya. Na most ezt tehát kijevi Meldi, spektorálinak szokták nevezni, ez a Tolsztája Mogila kurgán. Most a Mogila már eleve kurgánt jelent, a Tolsztája meg azt jelenti, hogy mondjam, terebélyes, tehát nagy, kövér. Tehát e világ és túlvilág viszonya, most ez negyedik század közepe, tehát itt már nagyon a végén vagyunk, ám a szkíta művetség, sőt, az előző is az volt, csak azt az első felére teszik, nehogy már a kettő összeérjen. Tehát az előzőt, az negyedik század elejére teszik, ezt meg a közepére. Telik ám az idő. Na most itt aztán már tényleg végzetes a dolog. Tehát aki ezért lelkesedik, az sok mindent nem ért meg. Tehát az már tulajdonképpen nem a szkíta művészettel foglalkozik. Mert ez, amit itt látunk, ez nyugodtan lehetne a Parthenon fríze, de ott is megnyalná 10 ujját egy fejdiász, ha ilyet meg tudna csinálni, pedig hangsúlyozom, sokkal könnyebb a kőben megfaragni, mint aranyban megformálni és kiönteni. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy de az volt az igazi, a nehéz, azt tudta a görög, ezt meg hát ezt lóháton ott egy-kettőre kiöntögették meg, mit tudom. Tehát, na most ezt csak azért mondom, mert teljesen ferdék az ilyen irányú nézeteink. Tehát amikor arról van szó, hogy elindul a keresztény művészet Magyarországon, persze mindenki Szent Istvántól indítja el, de hát ez már betegség. Tehát lényeg az, hogy és akkor épülnek az első kőépületek, rajta az első kőfaragványok, hát akkor Moissacból kell behívni ide a művészt. Moissac az jó messze van Franciaországban. Miért? Most melyik a könnyebb? Egy homokkőbe faragni valamit, vagy pedig fából megfaragni valamit? Mert az, hogy fába tudtak faragni, az nem kérdés. Azt mondja, hogy a fábad semmi. Hát a kőbe az, ahhoz kell a mester. Tényleg, próbálnánk ki mind a kettőt. Hát a fa dolgozik. Fának megvan a maga határa, amint túl nem tudsz dolgozni. Hát az, abba aztán tényleg kell tudni. És nem mindegy, milyen fa. A kőbe annyi fajtából nem kell válogatni. Abban vannak az adott helyen, mondtam, 3-4 maximum. És még egy, aki már faragott követ, az tudja, hogy ugyanazzal a kézzel, hát nem, hogy nehezebb lenne, könnyebb kőbe faragni, mint fába. Tehát ne próbálj már Moissacba behívni ide kőfaragókat. Hát nem, hogy egy nemzedék alatt, fél nemzedék alatt megtanulja, aki már fába tud faragni, és ahol mi állítólag jöttünk, ugye Eurázsiában mindenütt voltak kőépületek. Miért pont Moissactól tanultunk volna, hogy kell kőbe faragni? Hát miért? Ott voltak az örmény, ott voltak a grúz, ott voltak a magyar. Hát volt egy magyar település. Vannak róla még metszetes ábrázolások. Ez már a Kaukázusnak az északi oldalán volt. Jó, benn már a szárazföldben. És egyértelmű, hogy ezt nem a kínaiakról nevezték el, és nem is az Ószövetségnek a hőseiről. Tehát teljesen nyilvánvaló. Tehát azt jelenti, hogy tudtak városi életformát is, tudtak kőbe faragni, tudtak építeni kőépítményeket. Nem kellett megtanulni. Nem kellett Hanzi mestert behívni ide. Mit tudom én, Regensburgból, vagy még távolabbról. De ezek, mondom, betegségtünetek, ezekkel nem is érdemes részleteibe foglalkozni. Nem tudja, miről beszél az illető, amikor ezt megfogalmazza. Na, minden esetre nagyon szépen érzékelhető, hogy adva van egy világ, aminek az alapját még mindig a mítosz képezi. Tehát ezek mind mítikus lények itt. Utána jön egy ilyen növényi jellegű, tehát minthogyha egy olyan sáv jönne, ahol fölgyorsulnak dolgok, mert ha a növényt még ők is növénynek mondták, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez a növekedési tendenciának a megjelölője nyelvileg, és akkor azt jelenti, hogy a világ működésének két szélső lehetőség közül ez a folyamatszerűt fogja majd fölerősíteni. Másik, ami állatalakban fogalmaz, az állapotszerű. Tehát két állapotszerű alapmozgásrendszer, egy ilyen felgyorsulásnak az átvezető tagozatán keresztül hát jut el a másikhoz. Na most ez attól függ, hogy honnan nézem. Ha így nézem, akkor az alapozója és szélesebb és
nagyobb, tágasabb, az a mítikus. Akkor abból közvetlenül nem lehet eljutni a hétköznapihoz. Ez alaptétel. Ez egyébként a Szent Koronák a működés rendjében is egyértelműen megfogalmazódik. Tehát ezért más alapvetően, de tényleg alapvetően a felső résznek a fogalmazásmódja meg az alsónak. Mert itt lehozza az energiákat, helyükre juttatja, itt meg működteti. Ez két merőben különböző tevékenység. És nem lehet azt, hogy elindulok fölülről, hozom az energiát le, mint apostol, és akkor azt mondom, hogy ne, egy picit ugrunk így, és akkor én már itt vagyok, és Gábriel Arkany. Hát óriási tévedés, bocsánat. Óriási tévedés. Tehát itt egy teljes közegváltásról van szó, és ez nem olyan egyszerű dolog onnan lejönni, és itt a Földön működni. Tehát itt egy egészen más működési rend van, és hát ennyiben azért ez egy hagyományos szemlélet, tehát nagyon jól érzékeli a dolgokat. Na igen, ám, de ezt ő innen nézi. Tehát itt van pektorále, tehát a melldísz, szó szerint magyarra fordítva. Tehát ő először ezt látja, ezt is fejreállítva. Érthető? És utána kapja csak ezt. Most erre mondta, igen, mert az a magasabb rendű. Hát, fejreállva? Dolgozó társam, itt valami gond van. Te valamit túl jól tudsz. Mit tudsz túl jól? Látványnak megfelelően formálni meg részleteket. Ezt túl jól megtanultad. Itt még rendben volnának a dolgok. Tehát ahol a földi életről beszél, ott megtanulta. Igen, így vakarózik a ló. Na, jellegzetes mozgás. Nagyon jók az izmok is, szépen jelződnek. Aztán így szopunk. Hát már halovak vagyunk. Na most így a valamilyen szertartási mozzanat, mondjuk aztán micsoda, ez egy külön téma, erről hosszan lehet írni, úgyhogy Zaharó elvtárs Zuckerman úr lehet sorompóba állni, mert erről aztán tényleg hosszan lehet írni. Ez nem kétséges, hogy micsoda, ezt láttuk már a Szkíta övcsata elemzésekor, ez úgynevezett készenléti ítegez. Tehát itt is fölül van, tehát már jelződik, hogy ennek itt így nincs értelme. Tehát valahol ennek volt egy mitikus alap, hát hogy mondjam, szövete. De itt már ennek nincs nyoma, annyira hétköznap és annyira a látvány hűségre törekvő a megjelenítés, és itt sorba megint. Tehát az, hogy milyen volt a viseletük, milyen volt a hajviselet, ez tökéletesen rekonstruálni lehet. Egyébként ilyenek alapján szokták rekonstruálni. Na most itt viszont mi történik? Tehát ő úgy tesz, minthogyha biztosak lehetnénk belőle, hogy a mitikus szint, tehát az, ami egy magasabb szintű világnak működés szintje, az ugyanolyan látvány értékben megidézhető lenne. És akkor jön a képtelenség. A ló az még rendben van, de Griff ilyen módon soha nem létezett. Annak más létezési síkja van, egy összetett lény. Tehát én azt mondom, hogy legyen a feje olyan, mint, és akkor ő kiválaszt. Ugye a fej, itt általában valamilyen ragadozó madárnak a feje, de csak a fej és a csőr. Ami már itt van, az már egy ilyen hüllőnek a nyakvonala, utána jön egy lúdnak a szárnya, utána a mancsa az általában oroszlán, vagy legalábbis valami nagy macskaszerű ragadozónak a mancsa, és hátul, hát ha nagyon akarom, akkor ezt is elfogadhatom, de ez a melső, meg ez a hátsó, ez valahogy, mintha nem ugyanahoz az állathoz tartozna. De egy kétségtelen, mindegyik látványszerűen abszolút hitelesen van megjelenítve. Tehát azt jelenti, hogy minél tovább erőltetem a látványszerűséget, annál inkább képtelenséget generálok, hol az emelt szinten, tehát ahol nem a hétköznapokról beszélek. Na most a Szent Korona ugyanígy jár el? Hát dehogy jár el úgy. Itt a hasonlóság az a maximális, tehát még pszichológiai finomságokat is meg tud jeleníteni, de amikor fölé emelkedik, teljesen más formarend. Erre mit mond Tadósunk? Máshol és máskor készült a felső rész, mint az alsó. Érthető? Na most nem baj az, hogy ő nem érti, miről van szó, de akkor miért szól bele a dolgokba? Szóval itt van a nagy baj. Holott pontosan ugyanez a szellemiség. Nem volt nagy vicc a szkíta örökséget a Szent Koronában föllelni. Az a nagy vicc, hogy tudom ezt lefedni, és úgy tenni, mintha ez nem létezne. Mert ez teljesen ugyanaz a gondolkodásmód. És itt van az elfajulás. Tehát nem 20. századi jelenség, nem 19. századi, nem 15. századi. Tehát a reneszánszal ez csak fölerősödik. De tulajdonképpen itt van a méreg elültetve.
Tehát már eleve innen fordítva, fejreállva látja a világot, tehát már mutatványról van szó, kiállítási tárgy. Tessék megnézni, csak kívülről lehet látni úgy, hogy ezek a valódi helyzetüknek, tehát ahogy a lábuk a földön áll, ahogy a fejük ennél magasabban van, az csak egy kívülálló láthatja. Holott ez nem neki szól, ez nekem szólna. Annak, aki viselem. És hát bizony, ezen a szinten még hiteles, ezen semmiféle hitele nincs, sőt, elképesztően romboló a hatása. De annyira romboló, hogy szoktam vetíteni, hát ennek már a 19. században olyan utóélete van, hogy ilyen kis csokoládés dobozokban árulták, és ezeket szépen kiszínezve, mint griffet, mint tudom én, szirént és ilyeneket, de úgy, hogy fölismerem a szirénbe a szomszédasszony, bár ritkán látom így felül mesztelenül, de szóval egyszerűen olyan mértékig hasonlít. Na most ennek meg így semmi értelme nincs. Hát már csak azért sem, mert akkor minek nézzem, hát innen hal. Tehát akkor... Tehát ezek olyan mértékig rombolják az ember szemléletét, hogy egyszerűen most ezt gyereknek kezébe adom, milyen lesz ennek a gyereknek a szemlélete. Na megmondom milyen, Walt Disney-s. Mert ott meg tökéletesen ezt kapja. Menjünk is tovább, mert... És ugyanakkor ezek a sztárok, tehát egyfolytában ezekkel népszerűsítenek. Na most itt meg egy döntő különbségről van szó, ezt külön címszó alatt vettük, de már nagyon közelítünk ám a végéhez, hajaj. Türelmünknek is látom, a képírás és az ábrázolás viszonya. Na most itt adva van egy olyan, ezek Fekete-tenger északi partvidéken. Na most, most emlékezzünk vissza, hogy ugyanezeket az elemeket, tehát lovat, embert, hogy jelenített meg a szkíta övcsat. És akkor érzékeljük, mi a különbség az ábrázolás és a képírás között. Mert az a képírás volt, ez meg az ábrázolás. Tehát ez részlegességből indul ki, és amiközben megörökít valamit, rászól a lóra is, meg a lovasra is. Ne mozog! Nem tudlak megörökíteni, de ő sem mozoghat. Tehát mit csinál ő belőle, és hullát csinál meg saját magából is. És akkor ez a világkép. Nos, jelenleg ezt fogadják el hitelesnek, mércének, igazinak, ehhez képest elfajulás, ez meg az meg amaz, vagy még nem ért el erre a csúcsra. Tehát a viszonyítás teljesen rossz. Na minden esetre ezek valóban így ajzottak a nyilat, ki lehet próbálni, tényleg föl lehet így ajzani, ilyen lehetett a ruhájuk, ilyen lehetett a sapkáknak, kinek? Nem saját maguknak, hát mi a bánatnak örökítsen meg, mikor úgyis ezt viselem. Akarok látni egy íját fölajzó harcost, akkor én nem egy kannáról fogom megnézni. Tehát ezek már maguk képtelenségek. Mi a bánatnak? Tehát ez az, ahogy egy kívülálló lát bennünket. Na most köszönöm szépen, a kívülálló az tűnjön el, lássa saját magát. Hát tudom, hogy nem szívesen látja saját magát, én se szívesen látom őt, mégis muszáj. Tehát ezt csak azért vegyük már észre, hogy itt a képtelenségek itt elkezdenek ám sűrűsödni. Mehetünk már is tovább. Amúgy meg nagyon szép. Na, ennyit erről. Tehát ha csak azt a szempontot érvényesítem, nagyon szép. Látom, így kell általában bekötni egy lábat. Hát jó tudni végül is. Hát sebesült a lába, és hát szépen itt kötözgetik. De lehet, hogy nem is sebesült, csak büdös. Tehát nem lehet tudni, mert végül is nem derül ki, hogy most a kapcáját erősíti meg, vagy pedig tudom én, tényleg megsebesült. Mehetünk tovább. Kérném a következőt. Itt meg a fogát húzzák. Óriási, mehetünk tovább, és vessük össze ezzel. Ez is az? Hát nem, bizony. Tehát nem azon múlik, hogy egy-egy részlete mennyire van kidolgozva, vagy ugyanaz a gatya van-e rajta, vagy ugyanilyen hosszú haja van, hanem hogy önmagán a jeleneten túl, azon, hogy most fogamat húzzák, és nem beöntést adnak hátulról, tehát ezen, ezt meg lehet állapítani, itt egyértelmű. De hogy ezen túl, van-e további jelentése? Mert itt meg egyértelműen van. Tehát itt a két szellemiség egyetlen szembenéző szellemiségé válik. Ez az értelme az úgynevezett vérszerződésnek. Tehát teljesen egyértelművé válik. Na most ilyen fej meg nincsen, meg ilyen sem bum egymásnak a fejjel. Tehát teljesen egyértelmű, hogy itt önmagán túlmutató a jelenség, és ehhez nem kell feltétlenül elrajzolni. Na most a jelenlegi fogalmazás ez hogy szól? Megnézte jól, milyen egy szkíta, nem olyan, nem ilyen, maradj már nyugton. Na,
ilyen vagy. Jó, rendben van. Utána ezt tükör szimmetrikusan megismételte, ugye? És utána stilizálta. Érthető? Na most ennél gyilkosabb kifejezés, mint a stilizálás, ez még nem találódott föl. Mert ez eleve abból indul ki, hogy ő részlegességgel kezdi, majd addig stilizálja, míg elkezd túlmutatni önmagán. Na most ez az az ostobaság, ami már az első fogalmazásánál túlmutat önmagán. És egy olyan érdek, hogy mondjam, viszonyt tételez föl, amiben nagyon lényeges, hogy mi semmi más, csak részlegességet tudjunk érzékelni a világból. Nagy összefüggéseket ne. Miért? Mert akkor lehet korlátlanul manipulálni. És az nem tegnap kezdődött, nem Medgyes Pitével kezdődött, nem Csótánnyal folytatódott, hanem ez itt kezdődött el. Tehát tökéletesen tetten lehet érni. És ez bármelyikünknek bármelyik pillanatban veszélyt jelent. Tehát ha beugrunk ezeknek a nagyon tetszetős részlegességeknek, akkor megnézhetjük magunkat. Na, akkor nézzük tovább, kérném a következőt. És hát itt vagyunk. Tehát látszólag ugyanarról van szó, ugyanazok a hiteles öltözékelemek, hajelemek, egyébként ez sokkal kisebb, mint az előbbi. Tehát ne felejtsük, ezek ruhadísznek vannak eladva, legalábbis a szakirodalomban, és hát ezek nagyon kicsik. Tehát ezek a tenyerembe így beleférnek, nemhogy az egész tenyerem. Azaz övcsata, amit az elején elemeztünk, az tenyérnagyságú volt, csak nekem nagyon kicsi a tenyerem, tehát ennél valamivel nagyobb volt. És akkor kettő együtt adta ki a két tenyérnagyságot. Na jó, de ez már sokkal kisebb ám. Tehát ez szinte hihetetlenül kicsi, és mégis rendkívül pontos és szuggesztív. Tehát ez az a háttársi kapcsolat, amikor egymásnak vetjük a hátunkat, és jöhet ellenünk a világ. Na ez lett aztán annak a játéknak az emblémája, aminek most jelenik meg majd karácsonyra ez a ilyen. Ez a Hintalan Lászlónak az a játéka, amit azt hiszem itt már bejelentettünk. Hát itt volt közöttünk egyébként Hintalan László. Hunor és Magyar útján ez a címe ennek a társas játéknak. És ahol annak az a lényege, hogy nem egymás ellenében nyerünk, hanem egymás segítve nyerünk. Aminek nyoma sincs semmiféle eddigi társas játékban. Sőt, nem is tud nyerni, ha nem segíti a másikat. És mindig önmagának kell eldönteni, segíted vagy nem segíted. Na lám, ez is fontos lehetett. Tehát ez csak ébresztő, mert ez egy fontos téma volt. No, akkor, tehát most azt hiszem, hogy értjük, hogy miről van szó. Ugyanaz az íj, ugyanaz a ruházat, ugyanaz a hiteles hajviselet, és ég és föld a kettő közti különbség. Ez a képírás. Mehetünk tovább. Úgy van, és akkor most egy példa arra, hogy milyen az, amikor óriási felfedezés, Hermann Otto volt az a nagy bölcs, aki kitalálta, hogy itt lovat herélnek. Mert így döntik a földre, tényleg így döntik a földre. Most honnan tanulná meg egy szkíta, hogy herélünk lovat, ha nem erről az ezüst edényről? Itt látott először ilyet. Szóval ilyenkor döbben meg az ember, tényleg milyen ostobák, vagy miket beveszünk mi? Hogy itt van a csúcsa a szkíta művész. Ne hülyeskedjünk már. De persze, nagyon jó, tényleg jó tudni, tényleg a ruházat abszolút hiteles, tényleg így próbálnak majd lovat herélni. Ennek alapján ez aránylag jó, legalábbis az első fázisban ez jól megy. Mert így kell kihúzni alól a lábat, akkor eldől, és akkor utána már elkezdhetjük a finom munkát. Tehát én egyébként soha nem próbáltam, de Hermann Ottónak ezt a tanulmányát olvastam, tényleg abszolút korrekt. Hát ő meg látott állítólag ilyet. Na jó, ez hiteles, és ez? És mit kezdjek ezzel a griffel itt? Szarvas hiteles, griff pedig. Tehát egyszerűen nem fér, itt már semmi átkötő tagozat nincsen, mintha ugyanabban a világból valók lennének. Tehát egyszerűen hazudnak nekünk. Tehát innen az, hogy a jól neveltség záloga, vagy ismérve az, hogy én nem veszem ezt észre, nem kérdezek rá, hanem azt mondom, hú, de gyönyörű. Aztán, hogy hú, hát hogy milyen szépen, hogy mi az, ami milyen szépen? Hát ahogy azt megjelenti, igen, most melyikre gondoltál? Tehát a lóra, vagy erre, vagy arra, aki itt van. Hát mindegyikre. Hát persze, mert láttál ilyet, nagykörúton sétálgat, ugye? Tehát látod, hogy ez valóban hiteles. Nagyon szép, mert tényleg így jelenik meg, amikor látom. De mikor látom?
Hát itt a látvány alapú művészetnek semmilyen alapja nincsen. Ez egy hazugság. De hitetjük egymást vele. Hitegen. Jó van, hát aki beveszi, beveszi. Mit mondott Jézus? Aki beveheti, vegye be. Kicsit másképp gondolta, de következik. Még egy, azt hiszem, igen. Na most tessék összehasonlítani azt az állatküzdelmet, meg ezt az állatküzdelmet. Tehát itt azonnal vizsgázik az, hogy ezek tehát a képírás mit jelent, és mit jelentett az előbb az ábrázolás. Tehát aki nekem azt mondja, hogy ez látta, hogy hogyan küzd egy ilyen lény egy jakkal, mert ugye ez egy jak, és akkor alatta meg egy ilyen kis bestia, aki ott matat, az hogy kerül oda, és azt mondta, ez annyira érdekes jelent, ezt meg kell örökíteni, lehetőleg aranyba és ilyen betétekkel, már ilyen féldrága kőbetétekkel. Hát ilyen nincs, tehát ez nem a részlegességből indul el, és addig stilizál, még egy ilyet kap, hanem teljesen ezek erőhatásoknak a megszemélyesítő, és mert állapotszerű, tehát tartós, tehát nyilvánvalóan nem növényben, hanem állatalakban jeleníti meg. És ezek bizony konfliktus helyzetben vannak. Tehát azt jelenti, hogy az élet az nem úgy van, hogy van egy ragadozó hajlamom, és az egyfolytában pátyolgatja, puszilgatja, meg simogatja a szelíd természetemet, hanem keményen összecsapnak, de nem kívül, belül, benn. És ezt kell valahogyan hát egy olyan összhangba hozni, hogy serkentő erővé váljék, ott támadjon, ahol tényleg gyenge vagyok, túl gyenge vagyok, és ezzel erősítsen, és hát késztessen arra, hogy azt a tulajdonságomat erősítsen. De hát ez egyszerűen, hát nem is akarom, szóval ez a csúcsa az ötvös művészetnek, ezt egyszerűen nem lehet elvileg se fölülmúlni. Idáig föl lehet nőni, de ezt fölülmúlni lehetetlen. Tehát egészen döbbenetes, mert ez művi szempontból is tökéletes. Tehát azért próbáljuk meggondolni, hogy ezek azért benn maradtak itt, évszázadokon keresztül, ezt föld alól szedték ám ki. Nem tudjuk pontosan lelőhelyüket, mert Nagy Péter aranyok közé tartoznak, vagy a szibériai aranyok közé, amiket úgy küldtek be a szibériai helytartói Nagy Péter cárnak. De azért ezen egészen pontosan látni, hogy ez a keleti, tehát a altáji művelődési csoportnak hát az egyik gyönyörű terméke. Hát egyetlen örvénylő mozgás, tehát lehet látni, hogy ez, ha nem is annyira tisztán, ez is tiszta, csak egy másik fokozatot ad, tehát nem annyira kiélezetten adja az energiaáramlást, mint a filipovkaiak, de azért mégiscsak arról van szó. Hát jól lehet látni, ezeket nem elleste egy bizonyos életfázisból egy állóképről, hanem ez magának a mozgásnak a kifejezője. Már mehetünk tovább, erről megint köteteket, ez egyébként vizsgatárgy volt, vagy egy másik. Ezeket elemezték, nem tudom, itt ülnek-e köztünk olyanok, de ez a tavalyi Skita kollégium végén ezek kérdések voltak, válaszoltak rá. Én nem emlékszem, hogy én hármasnál rosszabbat adtam volna, és ezek általában jeles feleletek voltak. Tehát tényleg döbbenetes, mert ő egy ragadozó tulajdonság, hát ő a tigris. Ő egyébként az oroszlánnak a megfelelője a keleti állatöbben. Ez azt jelenti, hogy mind a kettőt alkalmazzák, de az oroszlánt az egyéni életnek a keretében, a tigrist pedig a precessziós, tehát a nemzeti lét keretében. Tehát nem össze-vissza ábrázolják, hol tigrisnek, hol a oroszlánnak, hanem ez kétféle nagyságrendje az időbeliségnek. És akkor kiderül, hogy ja, hát nem is ő a legerősebb. Hát vannak olyan erők, amik magasabb rendűek nála. És akkor itt szó sincs arról, hogy elpusztítaná, hanem ott, ahol a lélek elválik a szellemtől, ott megfogja. Megfogja. És az is nyilvánvaló, hogy ő megint az irányultságával bajlódik. Tehát ugye látjuk, itt a melső lábak vannak. Szó sincs róla, hogy ezek megeszik egymást. Tehát ez az egész feltételezés sor, hogyha én úgynevezett állatküzdelmi jelenetet látok, akkor az egyik biztosan megeszi a másikat. Hát ez egy krimi szemlélet. És hát a mélyén a krimi szemléletnek mindig nagy igazság, kedves egészsége, mindig egy káini világkép van. Tehát, hogy kettőnk konfliktusa csak azzal oldható meg, hogy én téged kinyírlak, sikerem érdekében. Na de hát ez messze menően nem így működik a világban. Tehát azt tudjuk, hogy a törzsfejlődés, ha csak állati szinten nézzük. Gondolom ez a név, hogy Konrad Lorenz. Ez egy ismert név, Nobel-díjas etológus, vagy egy Tinbergennek a neve. És a
valahol a könyvtáramban nyilván megvan, mert én gyűjtöttem az ő írásait, és tudom, hogy valamelyikben leírta, de figyelmeztettek már egy előadáson is, hogy igen, leírta, hogy az, hogy a törzsfejlődés kimutatható az állatvilágban, az nem a káini modellnek, ő nem ezt a kifejezést használta, hanem a közösségi tevékenységnek az eredménye. Tehát ahol egymást segítő létformák működtek, azok éltek tovább. Nem azok, amelyek egymás rovására érvényesültek. Tehát nem igaz, hogy még az állatvilágon belül is kötelező a káini modell. Nem igaz. Azok leépültek. Tehát ezeket azért jó tudni, majd utána fogok nézni, mert ha az idézi az ember, jó, hogyha ha lehetőleg a címet is megmondom, meg még az oldalszámot is, mert különben nem hiteles. De azért ennek utána lehet nézni, mert Lorencet szépen fordították magyarra, tehát utána lehet ennek menni. Tinbergent is egyébként. Na, menjünk akkor tovább. Úgy van, hát ezt én nem fogom részletezni, tényleg eltelt az idő. Egy elég nehezen, hát hogy mondjam, kivehető ábra, ezt egy olyan anyagból vettem, amelyet, hát nem tudom mennyire ismerős ez a név, hogy Gyárfás Ágnes. Tehát ő a Miskolci Bölcsész Egyesületnek az elnökasszonya, és annak a magánegyetemnek, hát ahol én magam is egy néhány éve már tanítok, és ahol a tavalyi évfolyamban ez volt a téma, és vizsgaanyag is természetesen. Na most az ő veje, aki amúgy Amerikában dolgozott hosszú ideig, de mint amerikai állampolgár beengedték a nagy Szovjetunióba, és tehát ő, mint amerikai állampolgár végigfényképezhette azokat az anyagokat, amiktől engem úgy elhessegettek volna, hogy nosza. És ilyen módon egy óriási anyagot hozott haza, teljesen legálisan. Most abból hát nem mindegyik kifogástalan, mert azért ezen is lehet javítani, de hát amennyire lehetett azért meg kicsit felerősítettük, de a legtipikusabb tigris lovaglás. Na most a tigris lovaglás egy nagyon fontos tétel. Itt azért már volt erről szó, ennek mi a lényege? Hogyha én a tigris tulajdonság, ez a földi uralomnak, tehát tudjuk ez a világi hatalom, ez az oroszlán az egyéni életben, de a tigris viszont a precessziós nagy, tehát a nemzeti létben. Most vannak olyan korszakok, most például ilyenben élünk, ahol olyan erős a világi hatalom, hogy teljesen kilátástalan vele szembe menni. Tehát aki mégis erre uszít bennünket, nem biztos, hogy a barátunk. Ennyit erről. Na minden esetre ilyenkor az egyetlen olyan módszer, amivel mégis diadalra lehet juttatni egy szakrális uralmat, az az úgynevezett tigris lovaglás. Nem is tanítják. Nem tanítják, pedig ez egy nagyon lényeges tétel keleten. Ha ezt mondom, hogy tigris lovaglás, nagyjából azért mindenki tudja, hogy mire gondol az ember. Én arra gondol, hogy én hiába megyek neki egy tigrisnek, mert ő az erősebb. Persze, hogy lehet szellemi energiákkal bizonyos mértékig ezt hát mérsékelni, vagy félrevezetni, de a legbiztosabb az, fölpattan az ember a hátára, ő elkezd rohanni, és előbb vagy utóbb kifárad. És ezt nevezik tigris lovaglásnak. Tehát nem arról van szó, hogy egyetértek a tigrissel, hanem arról van szó, hogy ő nem tud mást csak pusztítani. Megvan a maga szerepe, de köszönöm szépen, ebből nem kérek. Tehát fontos ügyet védek, tehát nem vagyok bolond, hogy zsákmányául essek egy tigrisnek. Tehát mit csinál az ember? Fölpattan a hátára, és előbb vagy nem kell kormányozni, semmi. Ő a saját szempontja szerint rohan, mint egy őrült, mert szokatlan a helyzete. És utána egyszer csak kifullad. Na most az, hogy mi egyáltalán magyarul beszélünk, egy olyan 50 év után, ami itt a nyakunkba zúdult, az tulajdonképpen a tigris lovaglóknak köszönhető. Most nehogy már ezt Kádár Jánosban lássuk meg, éppen az ő hátára kellett fölugrani, ahhoz, hogy bizonyos hát szellemi javakat meg tudjunk őrizni. És ezeket nem kell lenézni, vagy éppen pocskondiázni, mert van, aki például pártitkárként tudott a jó érdekében a legtöbbet tenni. Akkor ez a tigris lovaglás módszerével bizony nagyon sok értéket tudott megmenteni, én is ismertem ilyet például. Tehát jó, rendben van, hogy az ember azért lehetőleg elkerülte ezt a helyzetet, de volt, amikor egy adott lehetőség körben így tudott a legtöbbet segíteni. És nem kellett elveket feladni, mert a tigris miközben rohan, mint egy bolond, nem kérdezi meg, hogy én egyetértek-e vele. Tehát nem kell gazsulálni, nem kell feltétlenül, az már egy külön tétel, az már erkölcsi, hát hogy mondjam,
tehertétel, illetve hát erkölcsi vétség. Hogyha közben az ember állandóan biztatja, hogy egyetértek veled, erre egyáltalán nincs szükség. Ő úgy is rohan. Tehát mindesetre ezt a magatartás formát nagyon jó súlya szerint megismerni és adott esetben alkalmazni, mert vannak esetek, amikor értéket nem lehet másként megőrizni. Most kérdés, hogy engem most mi érdekel? Tehát mi a célom? Mert vannak bizony olyan kritikus időszakok, és mi éltük ezt az időt, hogy ma is ezt éljük. Csak ma éppen szellemi tekintetben sokkal nagyobb a mozgásterünk. Tehát ma anyagi tekintetben nyomnak el, de úgy, hogy soha még ennyire nem nyomtak el. Na jó, de szellemi területen viszont óriási, soha ekkora szabadság és ekkora készlet nem volt, amiből tudunk gazdálkodni. Hát egyszer tessék itt körbenézni. Soha ezelőtt a magyar történelemben ennyi szellemi javadalom, ami lényeges, és tényleg lehet belőle gazdagodni, soha nem állt rendelkezésünkre. Tehát azt jelenti, hogy fölülről nyomás alatt vagyunk, ennek egyetlen figyelmeztetése van, ha nagyon magasról vesszük, tehát tényleg egy gondviselésnek azt mondja, hogy ne nyüzsögjetek gyerekek, most ne azon töprengél, hogy most a harmadik villát is megveszed-e a Balaton mellett, mert a szomszédodnak már negyedik van meg, és így tovább, hanem befelé érlelődjél. És amikor ugratnak, hogy most ugorjál, mert itt van a miniszterelnök, és akkor most lehet fölborítani a kocsiját. Hát persze, hogy föl lehet borítani a kocsiját. Most tényleg ez a fő szempont ma? Amikor még gyakorlatilag semmit nem tudsz a múltadról, nem tudod, hogy milyen tartalékaid van, nem tudod, milyen céllal jöttél a világra, sem egyénként, sem pedig a nemzeti mi voltodban. Akkor most mit nyüzsögsz? Használd ki a lehetőséget. Tehát egyszerűen nem is érzékelik, hogy itt mekkora kincs van. Arról már nem is beszélek, hogy ezeket az előadásokat, most olyan, mintha ez a hirdetés helye, ugye? De hát ne az én előadásomra gondoljunk, hát ott vannak a Szántai Lajos előadása, ott vannak a Molnár V. József előadásai, ott vannak most mit mondjak hirtelen, még a Varga Tibor előadásai. Tehát most már egész készlet van, hát haza lehet vinni. Hát most pergessük vissza az időt 50 évvel. De nyugodtan 100 évvel is visszapörgethetik. Hát egyszerűen nem tudtak ennyit. Hát mi már az ő tudásukból is gazdálkodunk, de ők még nem tudtak az enyémből. Na, nekik legyen mondva. De ezt csak azért mondom, mert egyszerűen nem vesszük észre, hogy mennyi az előnye annak, hogy most anyagilag ilyen mértékben vagyunk megszorítva. Na, akkor most már valóban menjünk tovább, mert most már utolsó tételek jönnek. Az oroszlánok kérdése, ezzel én hosszan nem foglalkozom. Egyszerűen azért nem foglalkozom, hogy mai napig nem tudjuk, hogy ezeknek a tárgyféleségnek, amiből szintén több van. Mi volt a szerepe? Fogalmuk sincs róla. Tehát mondják, hogy ez egyfajta vajzsra, tehát az, ami a gyémánt villámjogarnak nevezik ezt keleten, de ez mégsem az. Itt egyszerűen egy oroszlán erő működtetéséről van szó, de hogy hogyan működtették, vannak feltételezéseim, de ezt semmiképpen nem ennek az előadásnak a keretében akartam kifejteni, mert az egy nagyon hosszú rávezetést igényelne. Menjünk már is tovább. De mint gond, tehát a szkíta művészet egyik alapkérdése. Minden szkíta művészetről szóló nagy albumban ott vannak ezek. Nem lehet őket kihagyni, mert egyrészt gyönyörű a kivitelezésük, másrészt pedig hát egyszerűen izgatnak, erre mondják egy kihívás. Mire szolgáltak? És hát én számomra nyilvánvaló, de hát ez most nem tény, amit mondok, ez egy feltételezés, és itt nincs most alátámasztva, hogy ha én oroszlánt mozgatok, akkor egy oroszlán vízöntő paradoxont működtetek. Akár akarom, akár nem, és ha ez két irányban oroszlán, már pedig az, akkor azt jelenti, hogy valamit ezek tudtak a vízöntő paradoxonról. Mert ott duplázódik az idő. Tehát amit elveszítünk, ugye a precesszióban a vízöntő révén, azt ott nyerjük meg. Na most aztán működtetni is kell tudni, ez nem elég tudni róla. Miért? Hát azért most gyalogolunk bele. Hát most válik aktuálissá. Hát nekünk most kellene ezt az erőt működtetni, mert most vagyunk abban a helyzetben, hogy jó, rendben van, hogy a halak végjátéka, jó, de már régen működik a vízöntő. Tehát ha én ezt nem tudom működtetni, hát akkor engem meglepetésszerűen fog érni, hogy hoppá, időszakadék van. Hát akkor lehet, hogy mégiscsak igazat mondott az az angyal, aki az egyik lábával ugye a vízen áll, másikkal a szárazon, hogy idő pedig többet nem lészen. Lehet? Hát úgy látszik, hogy lehet. Csak akkor erre lelkileg föl kell készülni.
mert ő azt is megmondja, hogy ennek mi az útja, tehát hogyan lehet ezen az időszakadékon túljutni. Ugyanis folytatódik a jelenések könyve, itt nem az utolsó mondat, tehát igenis megy tovább az élet. Na, mehetünk tovább, mert ezek most már befejező kérdések. Most az egyik legdöbbenetesebb dolog. Ezt mindenki madárfejnek nevezi, sőt, ilyen címszó alatt vannak fejezetek Szkíta műveltség ismertetésében, a madárfej. Ezt tehát el kellene hinnünk, hogy ez egy elrajzolt madárfej. Na most azt láttuk, hogyha innen nézem, ez maga a karma volt abban az összefüggésben. Ez mit jelent? Sűrűsödött energiák, célra irányuló, sűrűsített energiák. Na most, hogy ez lenne a szeme, és akkor itt vannak ilyen kis madárfejek még. Hát ugye a nagy madárfej oldalán jönnek kis madárfejek, és akkor hát itt megint egy szem, mert ez meg az egészre vonatkozik, hogy kicsit elrajzolták, nem baj, és akkor itt van egy kecske. Na most ezek azért döbbenetesek, mert végigvonul ennek ennek a szövegnek az ismétlése, ezen soha nincs változtatás. Tehát ez megy végig a szkíta irodalmon, ha németek írnak németül, ha oroszul, ha magyarul, mehetünk már is tovább. Tehát föl sem merül, hogy például ezt nem lehet madárból stilizálni, felejtsük el. Szóba nem jöhet. Tehát itt egy összefüggés rendről van szó. De ha ezt kimondja valaki, abban a pillanatban kap a szájára egy akkorát, hogy már a partvonalon kívül van. Csak én már egy maszkba szoktam ilyet csinálni. Nekem nyugodtan jöhet. Tehát ordít, hogy nem erről van szó. Itt tendenciákról van szó. És azt mondja, hogy madár, fej, mi is van ennek a vége? Azt mondja, hogy rozettával, vagy mi. És hogy kerül a rozetta fejére? Hát fodrásznám ott, hogy kerül. Hát nem kell ezen nagy ügyet csinálni ebben, de elvtársakat, hogy gondolod? Történelmileg így alakult. Ott van a madár fején a rozetta. Tehát ez csak azért óriási, mert itt aztán ebből egyértelműen látszik, ezek szabályszerű gépalkatrészek. Tehát amiket eddig úgy utalásszerűen mondtam, hogy a Párducra emlékszünk, vagy Nőstény oroszlánnak, hát ezek ordítanak. Ezek olyan összefüggés rendszerek, amiket egyszerűen be lehetne indítani. Tehát ennek, és akkor van egyik irányba egy irányultsága, ez sem madárcsőr, hát nehogy már összetévesszük. Ebbe az irányba növény jellegű, de ez jelenthet egy sugárzást egyszerűen. Tehát ez például a magyar népművészetben ezt meglátom, ezt tudom, hogy ez egy napvirág. Tehát látom, hogy egy horizont mentén fölkelő napnak a képe. Miért virág? Azért, mert világ. Tehát egy világosság hatásban, egy fényhatásban érvényesül. Tehát ha megjelenik ez a nap, akkor nem a kis róka fog majd intenzívebben mozogni, hanem a virág fog kinyílni. Tehát a virágon lehet legláttatóbb módon jelezni azt, hogy a világosságnak milyen a szerepe az életben. Nem véletlenül virággal jelezi a magyar nyelv, és annak nyomán ugye a magyar népművészet a világ. Tehát azt, amit ugye a világ világosságaként hát jelenítünk meg, amitől ha megfosztok valakit, világtalanná válik. Tehát ez maga a fény által nyilvánul a világ. Na most, ha ennek analógiáit keressük, akkor egyszerűen, minthogyha tényleg derültékből lórugás lenne, mert nagyon messzire kell menni. Már is mehetünk tovább. És akkor gondolom, hogy rájöttek honnan való. Na most itt tényleg, már az akadémia már a kapuját is bezárja, hogy be ne jusson a hang, mert ez már tényleg szóval abszolút tudománytalan dolog, ez már romantika, délibáb és még sok minden más. Hogy teljesen egyértelmű, ugyanúgy kezelik a formákat, egy az egyben ugyanúgy. Na most gondolom rájöttünk, hogy miről van szó. Ez a tiahuanacui napkapu. Hát ez pontosan a föld túlsó felén van. Hát akkor hogy kerül ide? Hogy jött tiahuanacunak ejtik ott helyszínen. Tehát tiahuanacuból jött batyúval a szerzetes és hozta a műveltséget szítáknak, vagy fordítva? Nem tudnak mást elképzelni. Ma már szerzetes nem jó, ma kereskedő van. Kereskedő hozta batyúban az áruját, műveltséget, és ott primitívek voltak, itt műveltek hozzá a kereskedő. Most is van egy kis árum. Jutányosan. Tehát ezt a szemléletet egyszerűen nem lehet kiírtani. Az egész művelődés történész banda, vagy gárda, vagy nem tudom, mit mondjak most, hogy ezt dicséretnek vegyék, csak ilyen szemlélettel tud gondolkozni. Most ez nyilván képtelenség ebben a szemléletben, tehát itt már nem csak időben vannak nagy távolságok, mert ezek időben nincsenek távol egymástól. Hát ne felejtsük el, ezeket bűnösen fiatalnak
datálják. Azért mondom, hogy bűnöse, mert nyilvánvalóan régibbek. De a datálásuk az egész közeli, tehát Krisztus utáni. Nagy nehézségek árán sikerül néha visszanyomni, de azért lehet, hogy már Krisztus előtti legyen. Hát ne szórakozzunk már. De itt állandóan jön az, de nem mert találtam két cserepet, ami nyilvánvalóan később, és akkor ez már későbbi. Tehát ennek most kérném a kapunak a ábráját, aztán már lehet, hogy ezt visszakérem. Tehát a következőt. Tehát itt van a napkapu, csak hogy érzékeljük az egészben a szerepket, és itt vannak ezek a figurák. Na most nagyon nehéz erről jó felvételeket készíteni. Én még tulajdonképpen nem is láttam igazán jó felvételt, azért, mert mindig mögüle jön a fény. Ez egyébként napkapu volt szó, szerintem nyilvánvalóan ezen keresztül figyelték meg, hogy hol kell föl a nap. Ezt vissza is szerkesztették már, mert azért vannak normális tudósok is. Tehát pontosan tudjuk, hogy mi volt a szerepük, tényleg napkapuk voltak. De azt jelenti, hogy mindig a túloldalról jön a fény. Tehát ezek eligazítók, tulajdonképpen akkor lehet látni, amikor nincs fény. Tehát akkor igazítanak el. Hát nyilvánvalóan akkor kell eligazítani, amikor nincs közvetlenül a fény. Akkor látom, hogy minek kellene megjelennie. És hát előzőt kérném már vissza egy pillanatra. Na most tökéletesen értem ezt. Ebben az a döbbenetes, hogy teljesen érthető. Tehát ugyanazokkal a jelekkel dolgoznak, mint keleten, ugyanazokkal, és hogy nehogy azt higgyük, hogy én olvasom bele, nekem mániám, hogy mindent keleti zodiákosan magyarázzak, amikor Alexander Humboldt, gondolom a neve ismert, tehát ő aztán vitán fölül álló polihisztor volt, rengeteg ma külön tudományágnak számító területi a tudománynak volt első osztályon képzett, és tényleg le is tette az asztalra, amit hát tudományos szinten elért. Tehát lehet tanulmányozni műveit. Mi volt az első dolga? Átért Mexikóba, akkor éppen ott egy ilyen naptárkövet nem kitaláltak, mert már azt föltalálták régebben, csak elásták, mert nem tetszett akkor az éppen. Hát az ott regnáló vallási alakulatnak, amit nem akarok most megint nevén nevezni, de lényeg az, hogy nem a keresztény részének nem tetszett. Csak van egy jelzője is. Na most a lényeg az, hogy éppen elásták, de az ő tiszteletére újra kiásták. És mi történt? Neki esett ez a szerencsétlen, romantikus, délibábos, magyarkodó, ezt nem folytatom. Neki esett a keleti zodiákussal. Érthető? Tehát így azonnal. Nem vitte magával a szakkönyvet, ismerte a keleti zodiákust. Föl sem merült benne, hogy ez tilos, hát Alexanderkám. Hát ez nem megy. Hogy képzelette azt? Tehát az egyik itt van Szibériában, másik ott van Közép-Amerikában, mert ő nem a tiahuanaki napkaput, hanem hát akkor még ezt asztéknak nevezték, hogy ez az aszték naptárkő volt. Minden skrupulus nélkül azonnal keleti zodiákussal értelmezte. Érthető? Tehát ez nem olyan dolog, amit nekünk ki kell találni, amíg még normális volt a tudomány magas szintű képviselete. És amíg tulajdonképpen semmilyen hatalom szolgálatában nem állt, történetesen Humboldt nem állt semmilyen hatalom szolgálatában, bármilyen furcsa hangzik. Tehát a józan esze tudta vezetni, hát magától értetődött. Na most ő nem ilyen irányban elemzett, mert nyilvánvalóan ő egy gyorsabb megoldás érdekében használta a keleti zodiákust, de itt azonnal észre lehet venni. Itt négy elemnek a tökéletes megjelenítéséről van szó. Most ez a négy elem, bármilyen furcsa, írásból is ismert, és ez a Szent Koronánál majd használni fogjuk ezeket. Tehát ez már egyenesen oda vezet. Miről van szó? A levegő elemét mindig madárral jelezték. A madár ebben az esetben ő maga. De megjelenhet úgy is, mint itt, ahol ő maga nem madárként jelenik meg. Ez mindig a levegő elemét jelöli. Mindig. Keleten is, nyugaton is, az óceán ilyen partján, olyan partján. Most honnan tudjuk ezt mondjuk, ha Szent Koronáról gondolkozom? Azért, mert manikeista iratokban leírják. Ezért nem szeretik többek közt a manikeizmust. Mert nagyon sok mindent leír. Tehát onnan tudjuk, hogy ez a levegő elemének a működtetője, a hal, na hármat lehet találgatni, az a víz elemének. Na most megjelenik a kígyó, hol látjuk itt kígyót?
Hát pontosan lehet tudni, mert ebben az állapotában szokták megjeleníteni, itt van. Ez a föld elemét jeleníti meg. Tehát itt már maga is egy dombbá vált kígyó. Tehát így összetekeredve van, asztékoknál faragott forma, ilyen. Én magam fényképeztem, egyszer elhozták ide a Szépművészeti Múzeumban. Tehát ezeket lehet tudni. És akkor maradt a tűzelem, a tűzelemét mi képviseli? Jó, hát a négy lábú, na. Tehát amit itt pumával szoktak megjeleníteni, az a tűzelemének a képviselő. Tehát a négy lábú. De lehet, hogy az egész, kérném a következőt? Úgy van. Hát itt, ha nagyon kimeresztjük a szemünket, biztos megtalálják, ott van ám, csak most nem azt a kettőt emeltem ki a rajzok közül. Tehát tökéletesen lehet érzékelni, és azt is, hogy van egy ötödik elem. És az ötödik elem az maga az élőfa. És az jelenti egyszer a tevékenységet, akkor ilyen ábraként jelenik meg. Megjeleníti nagy igazság ember fejjel, és ezekből kell összeadódnia. És akkor jön létre az ember, mint minőség. Tehát az egy sokkal összetettebb minőség, mint hogy a négy elemből ki lehessen gazdálkodni. Tehát teljesen olvasható. És ehhez képest pedig hát nagyon dekoratív, nagyon érdekes, stilizált formákban jelenik meg. És hát tényleg Dunát lehet rekeszteni azokkal az írásokkal, amik dekorativitása mentén értelmezik. Most a lényeg itt nem az, hogy most ezt megfejtsük, mert az nem fér bele a ma estébe, hanem egyszerűen az, hogy ugyanazon a nyelven fogalmaznak. Pontosan ugyanaz. Ettől tűnik olyan összetettnek, nem összetett az, csak a maga nyelvén kell olvasni. Mehetünk tovább. Úgy van. És akkor egy olyan tétel, ez az utolsó előtti tételünk, nagyon rövid lesz, és ez már ezen a nyáron alakult ki, mint elképzelés. Tehát volt egy őstörténeti konferencia, ahol indiánoknak a világképéről tartott éppen a említett Gyárfás Ágnesnek a lánya, tehát annak a úrnak a felesége, aki a szkíta leletekről hozott. És ahogy ő elmondott dolgokat, valami megerősödött bennem, ez most nagyon szigorúan feltételezés, tehát eddig tények, jobbára tények, ahol feltételezésről mindig mondtam, ez most feltételezés. Tehát azt pontosan tudjuk, és eddig tény a tény, megnézzük Eurázsiát. Ordít, hogy ez az egyetlen olyan terület, ami önmagát tökéletesen védi, ráadásul tudjuk, nem kell a térképről leolvasni, tudjuk, hogy itt minden megterem, ami embernek fontos lehet, a föld is, tehát az ásványi kincsekben is, növényvilágban is, állatvilágban is. Ami ezen túl van, az tulajdonképp ember számára vagy luxus, vagy az úgynevezett tök fölösleges kategóriába tartozik. Most ezt általában, ha egyáltalán valaki normális, és becsületes, akkor mint tudós mindegyik a saját szakterületén megállapítja. Nagy néha még közlik is. Nagyon ritkán, de közlik is. De egy valamit nem tesznek hozzá, hogy ugyanez érvényes szellemi területre is. Mert abban a pillanatban azt a sok-sok bóvlit, amit ide behoznak nekünk, hogy fogják eladni? Tehát szellemi területen igenis önellátó a Kárpát-medence, és ami itt nem terem meg, az tényleg tök fölösleges. Tök fölösleges. És ezért van az, hogy én megtalálom a karmát, megtalálom a csakrát, csak az csokor formájában jelenik meg, és tele van vala népművészetünk. És rendeltetése szerűen működik, és meg is mondja, hogy mi ez a csakra. Pontosan megmondja, mert az energiapályáknak a kereszteződése, és utána áttételeződve egy másik irányba való tovább menet. Tehát pontosan csokor szerepe van, ez a szerepe. Most azért nagyon lényeges a dolog, mert mindezt mi nemhogy nem hisszük el, hanem egyszerűen az úgynevezett hülyeség kategóriában tartjuk nyilván, és már az egész eddigi előadásnak a hitelét is megvonjuk. Miért? Mert aki ilyen hülyeséget mond, az nyilván a többiben is hazudik. Tehát ez azért döbbenetes dolog, mert ugyanakkor pedig minden tény, amit tényszerűen kapunk, erre val. Csak akkor nagy gond van, mert akkor minek tanultam én 20 évig, 30 évig, 40 évig, 50 évig, és egyfolytában azzal nyertem a presztízsemet a környezetemben, hogy én jobban tudtam. Jobban tudtam, hogy a karma az Indiából származik, amit tudom én micsoda az, meg a csakra megint Indiából, a harmadik Tibetből, a negyedik innen, ötödik amonnan, és ráadásul ezeket én németül tudtam megnevezni. Ő meg latinul, ő meg görögül, de ő volt a legtudósabb, mert ez héberül. Tehát, hogy érthető, hogy ezekkel mind rengeteg
időm telt el, rengeteg energiám ment. Hát én nem fogom erről kijelenteni, hogy felesleges volt. Hát nem, akkor én ennek élvezni akarom az eredményét. Én nem hiába szenvedtem én itt 5 évig, hanem akkor tessék nekem ennek megfelelő presztízst biztosítani. Most ennyi. Tehát tulajdonképpen, aki nem gonosz és nem kifejezetten ellenség, az tulajdonképpen ilyen egyszerűen oldja meg a kérdéseket. Nem hajlandó ezekkel szembenézni. Miért? Mert a presztízsétől fosztaná meg. Hát meg lehet érteni, csak az ember mégse helyeselheti. Na most, ez tudnélik tény. Az is tény, hogyha egy ilyen tényleg teremtőtől alkotott egységet fölszabdalnak, az nem a magyarság elleni bűn, az az emberiség elleni bűn, és szó szerint Isten tagadás, illetve Isten káromlás. Tehát az, hogy Trianon, az szó szerint Trianon, háromszoros nem. Tehát egyet a teremtés rendjére rend, egy a méltányosság elvére rend, nem, mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy egy büntelen népet büntettek legsúlyosabban. És van egy harmadik, ami az eszélyesség ellen. Mindenki tudta, hogy ennek a felosztása, ez elindít majd folyamatokat. Ebben nem lehet belenyugodni, hát ez nem olyan dolog, felejtsük már el. Jó, mikor te a holokausztot elfelejted, majd én is elfelejtem ezt. Ilyen egyszerű a kérdés. Miért bűn az, hogy én erre emlékezem, te meg egyfolytában súlykolod a magadét? Hát már ne haragudjon a világ. Hát itt nem a holokauszt a nagyobb szégyen, ez a nagyobb szégyen, Trianon. Mert ez az egész emberiséget sújtotta. És nem 4 hónapig, mint Magyarországon, vagy annyi ideig sem, hanem hát már nem tudom, hanyadik évtizede. Hát azért álljon meg már menet, hát ezek nagyságrendben nem ugyanazok ám. Hát akkor arról miért hallunk ennyit, erről meg miért nem hallunk? Hát azért vigyázzunk már itt az arányokkal. Na, minden esetre jól lehet látni egyszer és kétszer, és nincs több. Tehát tulajdonképpen ez Dzsungária, de tulajdonképpen a megőrzés eredeti helyszíne az Ujgúria volt. Tehát az, amit ma sivatagnak kapunk. Tehát ennyit azért lehet tudni, és a kettő között pulzált az a műveltség, amiről mi beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy itt van az ős haza, azt hol erre jön, hol arra jön, de nem is arról van szó, hogy itt van a születés helye, és állandóan csak jön onnan keletről nyugatra. Szó sincs róla. A kínai az arra felé van vonulatot jegyzi föl, a római az meg az erre felé jövő. De ugyanazokra a népekről ír. Tehát jól láthatóan egy lüktető rendszerről van szó, mint hogy minden lüktető rendszer, amely Földön eleven, szerves. Hát egyik se statikus, abban a pillanatban meg is halt. Na most, aki ebben nem tud részt venni, erről már beszéltünk, tehát nem újdonság, hát az leülepedik, és abból lesz a gát. Vagy héj, hogyha finomabban akarok fogalmazni. És az már bizony statikus. Na most ott van a baj, hogy én egy dinamikus alapkarakter, tehát alapjellegű mozgás, a héjból akarok magyarázni. Megkérem a németet innen, megkérem az indiait innen, megkérem a kínait onnan, magyarázza meg a mi létünket. Hát hogy lehet a héjból a magot megmagyarázni? Ezt tessék nekem elmondani. És akkor bennünket egyfolytában arra biztatnak, hogy zárkózzunk föl. Na most mi lesz egy tojás szikjéből, ha én biztatom, hogy zárkózzon föl a tojás héjához? Hát tessék megpróbálni a tojás héjból a csirkét ilyen. Tessék parancsolni. Meg lehet próbálni. Csak mi nem vagyunk kísérleti alany, tehát szórakozzanak a körösztanyjukkal. Tehát itt szóba sincs, szóba se jöhet az, hogy a magyarságot bárhová fölzárkóztassák. Csak saját magához. Mert ahhoz meg már ideje lenne fölzárkóztatni. Tehát itt ezek alapkérdések, ez nem olyan dolog, hogy nem, mert megint magyar, igen, mit csináljak, magyarnak születtem, majd ha csenek születek, csekedni fogok. Amikor meg cigány, akkor cigánykodni fogok. Tehát ez nem olyan dolog, hogy ezeket úgy padló alá, vagy mit tudom én, szőnyeg alá lehet söpörni. Ezek alapkérdések. És azért nagyon fontos, mert itt van egy kelet-nyugati irányú folyamatos mozgás, amit észak-déli irányú gátakkal le lehet zárni. Jelenleg le van zárva. Nem tud működni, nem tud tisztulni a világ, mert ez egy önszabályozó, öntisztító folyamat. Tehát itt végig rokonok közt megyek, mindenütt megpróbálnak, nem harc nélkül megyek, de ez mindenütt hunor-magyar harc. Miért? Mert közös az ősünk. Itt egyetlen Káin utód nem tudott a történelem folyamán tartósan berendezkedni, de megpróbál. És miután jelenleg Káini érában élünk, tehát sajnos ezek a gátak kialakultak. De ebben az emberiség fog beledögleni.
Tehát ez nem olyan dolog, aminek csak úgy eltekintünk. Hát most olyan időket élünk, történelmileg így alakult. Tehát ez nem olyan kérdés, amin egyszer át lehet lépni. Tehát ezeket a gátakat igenis át kell törni, és Lehelnek az a mondás, amit idéztem az elején, az egyenesen erre utalt. Hogy ezeket a gátakat igenis át kell törnünk nekünk, mert különben az emberiség fog belepusztulni. Ez nem szórakozás nekünk. És abban a pillanatban, amikor fölhagyunk ezzel, abban a pillanatban zárul a gát. Tessék megnézni, mi van. Elindult északra a normannok, alig jöttünk itt Kijevből, ugye Álmossal, abban a pillanatban fölülről már ott volt a normann, és alulról már térítették őket Bizáncból. Kész, már a kapocs zárult. Tehát Szent István már nem volt más választása, hát errefelé már nem tudott tájékozódni. Hát kénytelen volt ide. Tehát ez annyira teljesen tiszta ügy. Itt nem arról van szó, hogy elárulta a magyarságot, elpusztította az ősvallást. Egy frászt pusztította, nem az ősvallást. Hát pontosan tudjuk, az Árpád korban minden ősvallás jelen még eleve. És amikor jön a reformáció, mit újít föl? Ezeket az ősvallási elemeket, egyfolytában. A magyar reformáció az nem a kálvini, meg nem a lutheri tanításrendszert viszi föl a kazettás mezetekre, hanem a saját ősvallásunk elemeit. Ott van a garabonciás, ott a mennyezeten a hétfejű sárkány a lovagol. Három ilyen ábránk is van. Tehát itt szó sincs arról, hogy itt gyökerestől kitépte Szent István ezt az ősvallást. Más kérdés, hogy itt mi történt, de ez nem a mai esztének a témája. Ami igazán izgalmas lehetett számunkra, az, hogy ha van egy ilyen mozgás, amire sehol máshol nincs esély a földkerekségen. Mert ilyen hosszan nem tud, ez is nagy igazság volt, kedves egészségére, nem tud vándorolni nép kelet-nyugati irányban, úgyhogy lényegében ugyanabban a szélességi sávban mozogjon. Ha én ugyanabban a szélességi sávban mozgok, nem kell életformát változtatnom, nem tudom, érthető. Tehát itt alapkérdésekről van szó. Ha én ugyanezt észak-déli irányban teszem, átlag 100 kilométerenként alapvetően meg kell változtatnom az életformámat. Tehát hiába mondja valaki, hogy Afrikában ennél nagyobb távot, és egyébként nem tudna nagyobb távot bejárni, de hát itt van, innen elindul, és idáig le is juthat. Na jó van, de mondom, átlag 100 kilométerenként, és akkor már nagyon jóságos vagyok velük. Mert van, ahol sokkal sűrűbben kell változtatni. Tehát itt szó se lehet arról, hogy ezt a kelet-nyugati irány, ami egy merőben öntisztító folyamat, ennek pont az a lényege, hogy minden mindennel találkozik, konfliktusosan, de tudja, hogy mire kell vigyázni. Milyen érték az, amit egymásból ki kell hozni, mert ez hunor magyar. Tehát a másikból kihozza a küzdelem a benne eddig rejtőzködött értéket. Tehát ez az egyetlen célja a küzdelemnek. Ez nem a másik sárbatiprása, megalázása, kigyilkolása a célja, hanem hogy a másikban szunnyadó értéket megvalósult érték kiavassa. Ezért van az, hogy hunor magyar fél küzdelemnek nincs vesztese. Mind a ketten elhagyják a küzdőteret utána, és mind a kettő jobb annál, mint ahogy elkezdődött a küzdelem. Csak fölfelé van mozgás, nincs oldalirányú, és nincs egymást kiirtása. És azt is megbeszéltünk már százszor, hogy ki a győztese, aki az ellenfelét maga fölé tudja emelni. Teljesen tiszta a definíció. Ábrában megjelenik. Tehát minden esetre én sokáig arra gyanakodtam, hogy Egyiptom az, amelyik, mert ennek kell legyen egy észak-déli irányú egyensúlyozója. És nagyon sokáig, ma sem egészen adtam föl ezt az elképzelést, hogy ne felejtsük el, hogy a mi koronánk úgy is értelmezhető, volt, aki így is értelmezte, korábbi önmagamat is közé számolhatom, hogy ez kelet és nyugat ura, aki a magyar szent koronát viseli. Mégis meg lehet tenni, mert a görög ebben mondjuk a keletet jelenteni, a latin a nyugatot, hát már régen tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát az egyik, a latin az a hatalom nyelve, ami fölülről adatik egy központból, a görög meg a lebonyolítás nyelve, ahol a bölcsesség a legfontosabb. Tehát ez a bölcsesség nyelve, nem kelet és nyugat. De mégiscsak értelmezhető így, és ez napirenden is maradt ez az értelmezése. Na igen ám, de van egy másik királyság, ahol meg van egy északnak, meg egy délnek egy koronája, és ezt egyesítették, és így lett ugye, a fáraók koronája. Tehát látszólag megvan az az egyensúlyozó mozgásrendszer, amelyik ez az alapvetően kelet-nyugatihoz, hát mint egy... nem ellentételeződésként, de mint egy másik mozgásnak a komolyan vételét adja, ez pedig az észak-déli irányú. Ez Afrikában van.
Igen, de az ember mindig vakarta a fejét, hogy itt valami gond van. Mert ahonnan mi elkezdjük tárgyalni az egyiptom művészetet, az már szervetlen. Tehát ha én azt akarom, hogy itt egy valódi mozgást, ami tényleg előre viszi az emberiség életét, modellezze, most ezen a nyáron derült ki, hogy bizony megvan a modell, és az itt van. Csak ezt mi nem ismerjük kellően, de nem azért, mert nem ismerhetnénk, hanem minden ilyen irányú kutatást kisajátított magának egy olyan érdekcsoport, aminek nem érdeke, hogy erre rájöjjünk. Tehát pontosan azt hangsúlyozza, ami nem a lényeg, hogy ahány népecske, annyi nyelv. De egyre másra derül ki, hogy ez nem így van. Ezt csak az ottani nyelvészek mutatták ki, de ezek egyik se indián. Tehát furcsa módon elindul innen egy indián, mondjuk Labradorból, és még itt is értik. Csak a tudós nem érti. De az is lehet, hogy ő is érti, csak azt akarja, hogy mi ne fogadjuk el. Megint nagy igazság lehetett, mert török zúznak a barátaink. Tehát ezt csak azért mondom, mert ma még ez feltételezés ugyan, de érdemes vele foglalkozni, hogy ez felel meg. Ez felel meg az észak-déli mozgásnak, és ez bizony szerves. És a mai napig is szerves, és az a legnagyobb baja vele azoknak, akik bennünket is ugyanúgy pusztítanak, mint őket, ugyanazokkal az eszközökkel. És ez nem ellentételeződés, ez inkább figyelmeztetés, hogy vigyázzatok, gyerekek, nagyon vigyázzatok, mert el tudtok merevedni. És akkor kialakul egy piramis elv, aminek az élén egy miniszterelnök áll, és utána ő, amit kiad rendeletbe, azt fogja a pártfunkcionális, aztán annak a pártfunkcionális, és megkapjuk a kínai modellt. Mert ez nem magyar modell, de ez nem is angol modell, ez kínai modell. És ne felejtsük, hogy Kínának a mai napig nincs alkotmánya. Tehát ez azt jelenti, hogy soha nem volt alkotmánya. Tehát ez azt jelenti, hogy egy teljes merev hatalmi rendszer, ő a császár. Ez adja az első számú alattvalók, ők adják a második színnek, ők a harmadiknek, és így tovább. És ezért lehetett, ha ezt a csúcsot, ezt egy nemzetközi kalandor, egy mindenre elszánt gazember, ez egy Mao Tse-tungnak hívták, ez megkaparintja, onnantól az egész apparátus őt szolgálja. És utána, ha azt akarja, hogy működjön a rendszer, időnként ilyen teljes sávban lecseréli. Mert te teljes sávban cserélte le, vigyázzat. És akkor utána beültet, de tulajdonképpen nem kellett beültetni az embereket, automatikusan működtek. Hát mondom, ez egy rovar társadalom. Tehát ha egyszerre az a programja van 1000 évek óta, hogy ő most a here, ugye akkor ő mint a here úgy viselkedik. Ha az a programja, hogy mint, mit tudom én, harcos, akkor mint harcos működik. És az, hogy ő neki vörös könyvvel diktálnak, vagy a császár diktál a maga, tudom én milyen, tök mindegy. Hát az már második szint alatt már abszolút érdektelen. Hát jön lefelé a parancs, megint jön lefelé, tudom, ha nem teljesítem, azonnal lenyakaznak, tehát teljesítem. Nem érdekel, hogy mire, milyen színre festi saját magát. Tehát ez volt az utolsó, és az utolsó képünkön. Hát ezt gondolom, hogy már ismert dolog. Tehát itt jutottunk a legközelebb a Szent Koronához, csak még időben vagyunk tőle távol. Tehát ne felejtsük el, hogy ez a mű, hát amit általában úgy vesznek, hogy lószerszám, tehát lóhomlok dísze. Ez egy megint kicsi, ekkora, mint a tenyere. Tehát ezt nagyon ritkán reprodukálják. Magyar szakkönyvekben gyakorlatilag soha. Egyszer jelent meg egy Badin Jós Ferencnek egyik kötetének megfordítva, fejjel lefelé. Ott kezdtem fölfigyelni rá, hogy ez valami oknál szóval nagyon fontos lehet. Mert tapasztalatból tudtam, hogy ugyanabban a folyóiratban, ahol az összes velem egyszerre publikálónak hibátlanul jelentek meg az írás, az enyémben legalább 6-8 olyan szarvas hiba volt, egyet hadd mondjak el, amikor a László név etimológiát adtam, és leírtam, hogy Vasile, és utána ezt, hogy László, mert ugye Vasile az a László névnek a hangalak kiváltó, akkor László helyett Károlyt írtak. Hangsúlyozom, hogy gépelve adtam le. Nem lehetett félreolvasni kéziratból. Na most ennek megfelelő volt, mondom, 6-8 alapvetően fontos tételben, csak ott. Nem mondom meg, melyik folyóirat volt, aztán nagyon gyorsan abba is hagytam benne a publikálást. De összes többi írásban semmiféle ilyen félre nyomás nem volt. Tehát el lehet intézni azt, hogy ez például ne váljon közkincsé. Miért ne váljon?
Hát mert a bolond is látja, mert elnézést, de a vak is látja, hogy ez nem a zsákmányát csipkedi, hanem a saját mellét. És akkor kapok egy olyan képletet, hát amire azonnal aszociálok, de hiszen nálunk ez a legfontosabb jelkép. Ez a fiait vérével táplál, és akkor rámondják, hogy pelikán, tipikus fedőnév. Semmiben nem hasonlít a pelikára. Mégis egyfolytában így nevezik. Hát tudjuk, a pelikának ekkora csőre, ekkora tasakkal, tehát ezt a mozdulatot meg se tudja tenni. De ez most pelikán. És mint ilyen Krisztus jelkép, tehát nincs előzménye, Jézus született Krisztus után, vagy előtt hétben, vagy valahogy. Ez egy furcsa dolog, amikor valaki saját maga születés előtt 7 évvel születik, de ez előfordul. Tehát lényeg az, hogy ez egy egyedi eset egyébként, de talán van több is. Lényeg az, hogy tehát egészen nyilván ezt 400, legalább 400 évvel Krisztus születése előtt, vagy Jézus születése előtt szokták tenni, mondjuk így 5. század. Ez mit jelent? Ott van pontosan a modellje a krisztusi áldozatnak. Tehát azt jelenti, hogy ez a nyári napfordulója az lett a úgynevezett pelikánban is. Tehát így használja a reformáció is. Ez után 400 plusz 1600, mennyi? 2000 év múlva. Ekkora, hát nem lehet kontinuálni. Ja, neked, bocs, elfelejtettem, hogy te is vagy a világon. Tehát ezt csak azért mondom, mert nyilvánvaló a kontinuitás, és az is nyilvánvaló, hogy ez a legmagasabb rendű érték. Na most, amíg csak a fiacskáinak adja, addig még azt mondom, hogy szeretet, nagyon fontos szeretet, fönntartja az emberiséget, de hát azért ez nem vethető össze azzal, mint mikor az ellenlábasomért adom. Tehát itt van fönn a fényben leggazdagabb nyári napforduló, ott meg a kecske. A kecske mai napig keleten a baknak a megfelelője. De nálunk is kecske. Tehát annál pontosabb, amit a kecske tulajdonsága, nem lehet ezt a fényben legszegényebb időszakot jelezni. Hát ahol mindenben ínség van. Hát minden energiaforrás bedugult. Kifogyott az energia. Tehát ez csak fölülről kapható egy másik, egy magasabb rendű rendszerből. Na ez a karácsony. Tehát ezt csak azért mondom, mert ez a képlet, hogy itt van a szellemi, hát hogy mondjam csak, a táplálék, amiből aztán majd fakad az önfeláldozás, mert itt van a legtöbb a fényből. Tehát a fénnyel összefüggő tulajdonság, jóság, szeretet, ingyenkegyelem, itt jár csúcsra. Igen ám, de hova kell juttatni az energiát? Ide. És itt már annyira rossz a helyzet, hogy tessék megnézni, földobta a talpát. De a testi értelemben ez már halott. Ha én nem adok neki energiát, és a lelkemből kezd, ésszel nem lehet megmagyarázni. Ez a kecske már annyit hazudott nekem. Ez már annyiszor kizabálta a tálamból az ételt, hogy az eszem soha nem fogja jóvá hagyni, hogy én segítsek rajta. Na jó, de nekem lelkem is van. Csak azt a lelket meg kell találni. Érthető? Na most, aki úgy gondolja, hogy ő önmegvalósít, ugye az megy fölfelé, soha nem találja meg a lelkét. Nem is fog áldozatot hozni. Akkor szépen megy a zsiráf felé, és itt pedig ugye azt mondja, hogy beteg valaki? Hát beteg. Meg tudnám gyógyítani? Meg tudnám. Meggyógyítom? Mm-mm. Az az ő karmája. Én önmegvalósítok. És ez ma egy elterjedt magatartásforma. Ne felejtsük el. És tanítanak rá. Tehát persze, hogy van olyan karmikus terheltség, ami nemhogy nem lehet, nem is szabad gyógyítani. Tehát azt nem szabad, de azonnal kiderül. Na, tehát a legtöbben nagyon is lehet gyógyítani. És az nem az ő karmája, az kettőnké, már engedelmet kérek. Tehát ez egy viszony. És ha meg tudom gyógyítani, akkor az én karmám minden körülmények között azt diktálja, hogy tessék megkísérelni. És még egy rühes kutya van a világon, vagy... és én meg mehetnék az üdvösség felé, előbb meggyógyítjuk. És vissza kell fordulni? Igen. Lehet, hogy eltévesztem utána a célt, ez a kockázat, akkor is meg kell gyógyítani. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, mert ezt mi az első előadáson itt, amit a magyar, mit ér az ember, ha magyar, ezt én részletesen dokumentáltam, hogy ettől vagyunk magyarok. Ha valaki ezt nem tudja így vállalni, az lehet derékember, lehet jó családanya, lehet kiváló pártitkár, lehet kiválóbb antipártitkár. Az azt jelenti, hogy akkor valamelyik vallás képviselőjeként majd szószékről fog beszélni. De egy biztos, hogy akkor nem magyar. Tehát minden esetre ez a tulajdonság bizony Szkítiában gyökerezik, és ez a hagyomány, amit majd tovább fogunk vezetni a következő alkalommal, bizony elér a Szent Koronáig, mert ez már annak a programja. Azt hiszem az utolsó, nézzük meg.
vagy legfeljebb ezt részleteztem, de nem hiszem, azt hiszem ez az utolsó. Hát nagyon szépen köszönöm a türelmet, mert ez tényleg heroikus volt. Akkor ezzel befejeztem.